close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Sziasztok, sziasztok, hello mindenkinek, Matula Gameplay vagyok, és a mai napon a nagy várva várt pénzszállítás lesz. Sziasztok, hello, hello, sziasztok, sziasztok. Csővázz mindenkinek, és ugye bár több mint 400 ezer dollár fekete, azaz hamis bankjegyet fogunk leszállítani, vagy elszállítani, megsemmisíteni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas RT lesz, de csak 21 órakor lesz, úgyhogy mindenki maradjon itt, és próbáljatok velünk maradni, és az izgalommal teli helyzetben együtt, és kommentelve is együtt velem tartani. Nagyon izgalmas lesz, remélem, és remélhetőleg nem olyan lesz, hogy jaj, elszállítjuk az hello, hanem igenis, az ördög soha nem alszik, úgyhogy valószínűleg be fognak minket támadni. Üdv mindenkinek, sziasztok! Közben láttam itt egy kérdést, olvastam a cseten, nem vagyok admin, támogatás ügyintéző vagyok. MG Noel, miről beszélsz? Az lesz az MG, hogyha ezeket valaki felhasználja. De ugyebár ingyen is ki lett hirdetve. De 400 ezer dollár, egyébként pontosan is tudom, hogy mennyi az az annyi, de maradjunk 400 ezer dollárnál, jó? Jóval több lesz egyébként. Nem vagyok egyébként admin. Sziasztok, szia Marton, sziasztok mindenkinek, Máté, hello, hello, Nikolász. Vagy Nikolett, bocsánat. Spanok, hello! Mangó, szia, szia, szia. Sokan írtatok már itt az elején egyébként. Örülök neki, jaj, meg szia Noel. Hogy a Mizu... Annyira jók ezek a dalok. Nem egy friss dal, de imádom egyébként, és... Matteo! Hello! Szia, szia, szia! Zsanett Posta is, szia! Szia, szia! Köszöntelek téged is! Jó vége a bulinak, nincsen itt izé szülinapozás. Így van, így van, így van! Így van, Máté! Egyelőre ők, igen. Volt több száma, amit felhasználtam, csak ugyebár még így is, hogy fel van tüntetve egyébként a leírás alatt, így is valamiért letiltja a YouTube-ban, amikor, de hát nem baj, nem baj, ugyebár. Gyorsan közben egy szavazást indítok, hogy
Sikeres lesz számunkra a pénzszállítás, azaz, hogy sikeresen leszállítsuk. Igen vagy nem szavazatokat kérünk majd, jó? Közösséget megkérdezzük, jó? Nyilván nem. Ötezerét drifteltünk ismerősömmel fél órát? Nyilván nem. Mire írtad, Noel, hogy nyilván nem? Közben szavazzatok, jó? Számunkra ugyebár az a kérdés, hogy sikeres lesz-e a pénzszállítás, ami azt jelenti, hogy ha igenre szavaztok, akkor a rendőrség sikeresen fogja leszállítani a fekete hamis bankjegyeket, a nemre ugyebár akkor az illegál el fogja vinni. 16 szavazatunk van, az nem semmi. Nyilván nem. Jaj, Noel, jaj, hagyjuk már. Biztos, hogy sikerülni fog a rendvédelem, remélem egyébként elég sokan leszünk, és nem csak itt a cseten és a nézőimmel, hanem nyilvánvalóan remélem többen is leszünk, mint amíg eddig voltunk. Szia Maurice! Hello, sziasztok! Mert te is régen írtál ide. Noel úgyis halni fog. Dehogy fog halni, de elmenekülni el fog. Szavazzatok, jó? Szia Matula, hello Martin, szia neked is. Jó, közben csatlakozok a szeróra, jó? Nazdaniel, kilőnek titeket. Marti! Még használd ki egyébként az ajándéktagságodat, jó? Amíg tudod. 27-en vannak jelenleg a szerveren amúgy. Egyébként lassan 21 óra. Majd 2 óra hossza úgy, de lassan. Ja, és közben DC-n szóljatok már, hogy csatlakozzak a izére, mert meg fognak izélni itt a... az emberök. Marci, csak nehogy fordítva legyen. Na, kérem, uraim itt a cseten, hölgyeim, uraim. Egyértelmű, hogy az LSPD nyer, hát nem. Kérem az igen, gyorsan itt a cseten, dobjátok az igent, igen. Hagy pörögjön az igen. Hagy nyerjünk mi is. Yes, így is van. Mi az, hogy nem, Máté? Mindjárt kapod a bútot. Igen, köszönöm szépen, ez az. Írjátok ki, hogy igen, ez az. Mi fogunk nyerni, remélem, és így is van. Köszönöm szépen. Vagytok rendesen, örülök neki, hogy itt vagytok. Nehogy valakit lebannoljon itt a chat, mert spammeltek. Jó az, köszönöm szépen. Örülök neki, hogy ilyen aktívak vagytok a mai napon. Közben mindjárt fellépünk. Ne felejtsetek el szavazni, aki most érkezik. Hello King! Hello! Örülök neki, hogy... Alfa Vok? Mi az, hogy nem? Most nézem. Áj, Marci. Csak álmodozik a nyomor igazából. Mindig a rendőrség fog nyerni. Cyber is lesz ma. Ha lesz is, ő adminkodik. Már nem LSPD is. Kirúgták.
tudtommal. Valami ilyesmi sztorival. Jó, közben adok képet, jó, fiúk, lányok? Csak hogy kezdjük, mert egy kis járőr azért nem árt soha egyébként. Jó? Adunk egy képet. Jó, ha minden igaz, most láttok mindent. Egyébként reagáljatok már, légy szíves, hogy a zene milyen a háttérben, mennyire hangos, mert most már én se tudom néha. Köszönöm szépen mindenkinek. A kedvelést dobjátok, jó? Köszönöm szépen. Szia Ádám, szia, szia, szia. Mikor lesz a PS 21 órakor van meghirdetve az úgymond event az illegálnak? Egy órára pakolom el a kettő köbméter fát. Most bajba vagyok, mert egy köbméter, azt nem tudom hány kiló. Hangos. Hangos, kicsit hangos. Kicsit hangos. Na most lejjebb vettem, jó? Amúgy matula az időjárás, hogy megváltozott szeptember 1-től. Mármint mire gondolsz? Mi változott rajta? Hidegebb lett? Vagy melegebb lett? Vagy sok eső? Vagy... Most jó, most jó. OC minősítés. Dehogy van, az én csetemen nincs OC minősítés, mert akkor a két lábbal perdülne itt a felhasználó. Azt mondja, a szeron kívül vagyunk, ez az OC, ez a való élet, pica. Hát a való életben attól még egy szerverhöz tartoztok, és ettől függetlenül ez minősítés, ugyanúgy. Főleg, hogy egy élő stream alatt van, ahol egyébként egyre többen néznek titeket. Reméljük Noelnél is lesz stream. Imádlak, Tuta. Várja, mert lesz személyünként doások is lesznek, úgyhogy leszünk sokan szerintem. Szerver remélem megteli. Szép napot a kollégáknak, Dr. Székely Szíved, zászlós 18. Köszönöm egészséget. Közben megérkezett a bottól a vatulás termékek. Klik és nézzetek körül. Egyébként szeptemberi kezdése is van egyébként, még akár spirálfüzet is matulás logóval és termék. Kukkantsatok be. Szuper! És ezt minek vettem ki? Erőt egészséget, kollega. Erőt egészséget. Hogy mint? A lezredes úr. Azon gondolkozok, hogy miért vettem ki a tárolóból egy kést. Úgyhogy visszarakom.
már fentső volt a városba, de már keresték magát. Ki a jó Isten keresett már? A Drift klubnak a főnöke. Emléletileg maga volt kint valamilyen ügyön. Igen, valóban. Bejelentette a Benis tulajdonosok, szerviz tulajdonosok, hogy egy volt kollégánk egyébként ott fenyegetőzik, és elütögeti őket. Az jó. Úgyhogy bejelentést tettek, leírást adtak az úriemberről, akinek a nevét pontosan nem tudták, csak Ricsikének nevezik. Az úriembert is. Jó, megvan. És én fingom sincs, hogy ki ez, mert állítólag volt állománytag is, de nem tudom, hogy ki ez, de viszont elmentem, kimentem a helyszínre érdeklődni, körülnézni, és kértem, megadtam a számomat ugyebár a tulajdonosnak, hogy állítólag ott dolgozik Ricsike, és hogy valós-e ez a dolog, a bántalmazás, stb., mert akkor az esetben a hatóság eljárást indít. Szavazzatok 50-50%, fiúk, lányok! Az jó, mert akkor tudom, hogy melyik kollégáról van szó. Nem kollega már, ezek szerint. Volt kollega. Elnézést. Felix Fields. Ti a más játékkal nem játszol? De szoktam játszani egyébként, csak nem streamelem. Szoktam rásztozni ugyebár, szoktam szimulátorozni, vonat, kamion, rendőr. Rendőrnek többféle kép vagy fajtája is van egyébként. Főnök, ennyien vagyunk csak? Mennyien leszünk a szállításnál? Jó kérdés. Elméletileg fog jönni a Thomas Thompson kollega. Lesz, aki maga fognak jönni a dolások kísérősítésnek. Azt hiszem, hogy meglátjuk, hogy ki fog jönni. De remélem, hogy minél többen. Elnézést csak még itt, mivel még most álltam szolgálatba, úgyhogy gyorsan belépek itt a várószobába is. Be akartam egyébként lépni, haló, csókolom. Csak viccelek, egyébként be akartam lépni, de mégis ott így maradtam. És akkor így nagyjából tudhatjuk, hogy mennyien leszünk? Hát én egy ilyen 10-re becsülök. Lesz iPhone, ugyebár nem vagyok most frakcióban. Mennyi? Én egy ilyen 10-re becsülök. Hát, az kurva kevés, uram. Pontosan. Csak szóltam, hogy ne gáld. Nem lesz kell belőle. Az egész PS-t legfőképpen hagynám, de mivel a városvezetőség megszabta, hogy minden héten kötelező. Erre azt mondom, hogy helyes. Az nem jó, hogyha $1 milliárd tároljuk a dolgokat, vagy mit gondolt önök, mint vezetők, hogy meddig kellene gyűjtenünk? Nem tudom. Nem tudom, de azt tudom elméletileg, hogy lesznek új autóink, és azt is, hogy ki kell valamiből fizetni. Mi? Igen? Igen. Nem ingyen adja az állam? Nem tudom. Még ki kell? Hát az én fizetésemből lenne vonják. Dehogy is. Sikítva szaladok el. Sziasztok, Milán, hello van. Tényleg van valami bizonyíték arról a 30 000-es utalásról? Bizonyíték? Hát persze. Minden egyszer. Mindjárt egy szolgálatban szoktam felvételt készíteni. Tud nekem mutatni egy képernyőfotót a telefonjáról, akkor vissza tudom azt most magának adni. Hát most nem, mert egyébként ez nem most volt, hanem már 2-3 hete is akár. Nem tudom pontosan, de csak úgy jeleztem tegnap, hogy ez de volt ilyen is. Attól még elutalta, nem? Tessék? Attól még elutalta. Hát el valóban. Hát akkor visszajár magának. Nem volt senkinek pénze, és akkor mondtam, hogy nekem van. Még akkor volt. Most már nincs. Annyi, amennyi volt akkor. Na de! Ezért se fogok már így, nem. Saját zsebből biztos, hogy nem fogok egy félért se fizetni. Sziasztok, dobjátok a kedvelést, iratkozzatok föl, kérlek szépen mindenki a Matula Gameplay oldalára, mert egy élménnyel gazdag RP-ket tudunk nektek nyújtani a szerverünkön. Jó?
Ja, apropó, mielőtt valaki félreérteni, akkor azt mondom, hogy szerverünk, azért mondom azt, mert vezetőségi tag vagyok, nem tulajdonos, nem vagyok tulajdon, nincs részesedésem a szerverből, szóval ezek a félrement mentális gondolatmenetek, akik egyébként ilyeneket híresztelnek, hogy egyébként már tulajdonos, helyettes vagyok, meg ilyesmi, ez nem állja meg a helyét, továbbra is mondom, nem vagyok tulajdonos a szerveren, csak egy vezetői tag, aki jelenleg PP ügyintézzel se... PP? Na, beszélnem tudok. PP ügyintézéssel foglalkozik, jó? Mert hogy megkaptuk ezeket a gondolatmeneteket is. Holnap már ilyenkor a Koliba leszek Nyíregyházán, írta nekünk ezt Virág Bence. Hát akkor sok sikert a Koleszban, de hála Istennek még a Koleszból is tudsz engem nézni, úgyhogy se baj, dobd a kedvelés, Bence, és megyünk a lecsóba. Elnézést, csak közben gondolkodok itt a fejembe, közben szerintem lehet, hogy elkezdenék menni járőrözni ide-oda-moda. Rendben jön velem, vagy egyedül? Attól függ, hogy milyen autóval megy. Ha Brausszal megy, avval nem szeretnék menni. És a VMV-be? Hát az se a legjobb. Jó lenne már jó új autó. Crownra gondol? Mindig azzal kezdem, mikor jövök. Jó van, köszönöm szépen. Tessék, uram? Crown Victoria-ra gondol? Hát akár. Gamer Wolf, köszönöm egy szépen a feliratkozást. Üdv a Matula fanok között. Csü-csü-csü-csü, hello, hello. Vezet maga, vagy vezessük én? Vezetek. Ebben akkor lelakom a... Remélem nem magáé ez az autó. Melyik? Ez itt, ez a kitört kereki. Te. Magának mindig van új autója, de én egyszer rám küldöm magára a navot. Lopja a pénzünket? Dagy. Azt hittem. Majd elmagyarázom. Sziasztok, sziasztok, Wolfi, bocsánat, nem mindegy. Wolfi, köszöntelek téged itt. Remélem be is köszönsz, ha már ilyen szépen feljelenkeztél. Vagyis... feliratkoztál. Ezt a BMW-t tulajdonképpen úgy szereztem, hogy igen. Na hát akkor... az a baj, hogy nem 10 órakor kezdem. Mit csinált a BMW-vel? Azt ingyen szereztem. Ingyen szereztem. És szedtem egy nyereményjátékon. Igen. És elhoztam. Érdekes, érdekes. Mióta van szolgálatban, uram? 6 óra óta. Hopp! Na, azt tudjuk, hogy ez egy szerelő egyébként. Ah, az nem szerelő. Faszki! Az nagy ütközés volt. A maga intézi az elkövetőt, én intézem a... Légyben is. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Azt hiszem, egy kicsit balesetet szenvedett. Jó, majd megtanulja a hatóság elől nem menekül, jó? Milyen hatóság elől? Jó, kérem magam. Levéloktattuk önt, megkülönböztet fényjelzésre. Szálljon ki a gépjárműből, hát, jó? Nem hallottam semmit. Semmi gond. Azt látom. Jó, tegye fel a kezét. De állítsa már meg önt, őt is. El fog menni. A kollégám félreállította, nyugodjon meg. Jaj. Jó? Jól van egyébként? Nem. Én se lennék ilyen, vagy ilyen, na, érti. Egy ekkora ütközésnél nem, jól. Nem, értem. Úgyhogy mindjárt hívok egy mentőt. Ha van elérhető.
Elnézést, mi olyan érdekes? Az, hogy a párom a földön fekszik, és nem értem, hogy miért áll mellette egy fegyver a közébe. Hát örülök neki, hogy ezen kívül sok minden önre nem vonatkozik, viszont megkérem, hogy akkor hagyja el a területet, jó? Vagy álljon oda félre. Elnézést, de sajnos nem rendelkezek annyi IQ-val, hogy ezt a mondatot felfogjam. Örül annak, hogy ennél több rám nem hát akkor megkérem egyértelmű, hogy álljon oda félre, jó? Mert ön nem állhat meg. Miért nem állhatok meg? Mert egy szembeforgalom. Tilos tábla. Jó, hát akkor most kényszerítsem, vagy felfogja. Ez nem szembeforgalom, ulam. Tehát ez nem Angliában vagyunk. Hát akkor megkérem, hogy kerülje ki a gépjárművet, a megkülönböztető, és akkor haladjon tovább, jó? Megkülönböztető gépjárművet, értettem. Igen. Mi nem értető rajta? Megkülönböztetőt csak... használ a gépjármű, igen? Megkülönböztető jelzést esetleg, de igen? Bocsánat, te szólásokkal nem élek. Akkor de viszontlátás. Hát inkább nem, de jó. Hívok egy mentőt, ha van. Egyébként meg aki... Ne kelljen már magyarázkodnom egy állampolgárnak, akinek fingje sincs még a jogalapokról, hogy az úriembert miért sokkolóval szállok ki egyetlen, mert mondjuk menekül azért. Mi lenne, hogyha bekapcsolnák a szirénet, és lehetne hallani, mert de én volt nem kapcsolva. Jó, kapcsolva. Én nem hallottam. De nem magyarázkodok önnek, jó? Mert én nekem nem ez a feladatom, hogy magyarázkodjak. Az, hogy maga nagyot hall, akkor menj el az orvoshoz, jó? Mm-hmm. Egy pillanat türelmét, jó? Nem tudom, értette a hölgy, hogy mit mondtam? Not exactly. Nagyszerű. Angolul is, németül is elmondhatom, de az a baj, a felfogásával van probléma, nem az értelmezéssel. Oké, okay, let me know, please. Oké, okay, köszönöm, akkor... 10-80 van. Kollega, jöjjön! Ez komoly? A letredes úr, ott áll. Komoly, ott áll a lezredes úr, és elmenekül a keze alava egy ember? Hát... Nem volt nálam fegyver. Figyeltem rá, de... Nincs magánál fegyver? Nem volt nálam fegyver, kiszálláskor. Hú, inkább meg se szólalok. Mennyi idő az a lezredes úr, amíg beszáll egy autóba valaki, és mennyi idő, amíg előveszem a fegyvert? Ő nem beszállt, ő beugrott. A motor meg alapjáraton ment, mire előkaptam volna a fegyvert, addigra már légy a sarkon lett volna. Elnézést, csak innom kellett egy korka. Hittem, hogy 21 órakor lesz a pénz. Jó, azt az urat megjegyzem mindenféleképpen. Már nem. Az a hölgy volt? Az a hölgy volt, igen. Akkor elkapjuk a hölgyet, és meg lesz az úr. Jó a gondolatom? Jó a gondolatom, de részletesen. Mindig azt úgy csak kapjuk el. Csak el fog esni egyszer. Nem baj. Őszhajú volt a hölgy, úgy láttam. Kérném, hogy egy kicsit óvatosabban vezessem, mert majdnem frontálisan ütköztünk. Hát a magának kell óvatosan. Figyeljen a megkülönböztető jelzésre. Én voltam főúton, uram. Én értem, de hangosan hallgattam a zenét és nem hallottam. Megkérem, hogy legközelebb figyeljenek, uraim, jó? Mert majdnem frontálisan ütköztünk. Figyeljen már, mi amikor behajtunk a kereszteződésbe, akkor is figyelünk egy. Másrészt meg önt figyeljen, egy megkülönböztetőnek elsőséget kell adnia. Ezt én értem, de zöld volt a lámpa, ment a nagy vájbolgatás, csk-csk-csk mentem az autóval, négy kerék. Be van állva, vagy mi a lótik? Hát ilyenek, ilyen lótik. Figyeljen, álljon már félreigazolt a teszéljába. Az a baj, hogy most nagyon sietek a lányom az obiba. Akkor siessen, azt ne így szájkaratézzon egy rendőrrel. Jó, köszönöm, minden jó. Eszméletlen, nem, hogy az emberek mit nem enged, mit meg nem engednek.
Ja. Jól vagyok, köszönöm, kérdezel. Ma iratkoztam fel, köszönöm szépen. Motorosokat nem tudjuk elkapni a lezeredes úr. Hiába megyek utána, vagy mi ütközünk, vagy senki. Na mindegy, ez időt és energiát hagyok magamnak. Ez is hogy fordul be? Laggolunk? Ú, de még mennyire tényleg? Kicsit javítottuk a helyzetet, de nem tudom, fingom sincs, hogy miért laggol. Köszönöm, hogy írtátok. Nem, valamiért az OBS ilyenkor nem tudom mit csinál, fingom sincs, hogy a net, pedig a netemmel sincs valami olyan gyorsan. Megyünk, sziasztok, sziasztok. És milyen napja volt, kollega? Hú, hát... És meg a hangokat. Érdekes. A napom egyébként nagyon egyszerű volt és nagyszerű. Ma pihenés volt, és hobbi szinten ugyebár otthon főzöcskéztem egy kicsikét. Na, mit főzött? Mit főztem? Nagymama húslevest, húslevesét, vagy mieló citrom. Csináltam paradicsomos gombócot. Utána csináltam egy brassói apró pecsenyét. És ha ez se elég, akkor ennek ellenére egy kis desszertet is csináltam, ami egy kis tiramisu volt. 43-an vagyunk. Hoppá, hát csak maga voltunk, igazi szakácsnak is elmehet akkor. Ha jól olvastam a telefonomon, autókat árulnak a Los Santos Customs feletti publikba. Kinézünk? Mit árulnak? Van erre engedélye? Autókat. Hogy egyáltalán van-e rá engedélye, kinézünk oda? Aha, egy kis pillanat türelmét, csak elmegyünk mindjárt tankolni. Kérem, hogy szóval a kedvencem. Kinek mi a kedvenc sütije itt a csetem? Meg egy ilyen 19 óra 50 fele, 10 hit leszek egy 10 percre. Értem. Összeszedem magamat fejbe. Az akcióhoz. És reméljük, hogy minden terv szerint végül. Krémes tiramisu. Mézes krémes. Azt csinálhatnak neki. Az tökéletes. Egyébként ez tényleg jó. De nem ugrok a krémesekért amúgy. Valahogy nem jön be. Vagy jelölni ezt a valamit, amit előbb mondott? Persze. Autókat árulnak. Igen, autót árulnak. Autókat árulnak. Mit tettél ebédet? Hát igazából semmi főtt kaját, pizzát ettem. Jöjjön nyugodtan, Beniz feletti publikba. Gépjárműveket árulnak. Nagyon késik. Nem tudok vele mit csinálni. Mit állítsak be? Kis türelmét kérem. Csak nyugodtan. Mindjárt ránézünk arra a streamre. Szolnokon dolgozok a marketingben. Ránézünk, hogy tényleg valóban késik-e. Akkor megyek hozzád, na, mert... Ugye meghallgatjuk. Cukrász, vagy igen az? Na, most milyen? Megnézem, mennyire csak.
Egyáltalán nem tolódik el a hang. Egyáltalán nem tolódik el a hang. Akkor nálatok van baj, fiúk, lányok. Én 14-esen driftelek egy ladával. Ma leszek 24, akkor csinálsz nekem tortát? Nem, így működik ez. Nekem májusban volt a szakácsvizsgám, és... két évére érkezik. Na, gratulálok. Tessék, uram? Kijelöltem a GPS-en a célpont. Igen, a marcipánban dolgozok. Oda szoktam járni. Na, hát akkor DC-n nyugodtan. DC-re csatlakozhatsz. Egy moderátor vagy valaki dobja már be. Vagy felkiáltójel DC, valaki írja be átfalbot. És már működik. Már múltkor is beírtam, valamikor jó, valamikor nem. Ne, nagy betűvel. Én nem tudom egyébként, de... Elméletleg már lehet vadászni a városban. Igen, igen. Na erről nem hallottam még, hallja. Arra is gondoltam, vagy hogy esetleg Discord kiírva. Egy csapat tréninget, hogy elmenne ide az LSPD állománya vadászni. És hát összehozzá a csapatot egy picit. Linkelem, fiúk, valamiért a bot nem akarja az igazán. Nagyon rendesek vagytok egyébként. Mi van itt pontosan, uram? Valami autókereskedés, tehát autókat adnak el. Nem tudom, mennyire adnak el. Itt az emelet? Igen, itt fel a publikba. Ezek szerint nem árulják. Csak magyaránt illegálisan árértékesítették? Igen. Érdekes, érdekes. Én szerintem net hibája egyébként. Én nem tudom, mi laggol. Túlterhelt kódolás, azt írja. Bent vagy a Discord szerverem? Na, örülök neki, köszönöm szépen. Így van, tehát alapból meg kell rendelni a tortákat, ez nem így működik, csak úgy. Kövessük, hogy hova megy a Máté? Követhetjük. Néha úgy meglepődök, hogy hova. Itt mi történt? Ja, szerelő. Jó, semmi. Ez érdekes volt. Menj onnan is fel! Valami... baleset vagy valami. Nekem nem laggol. Én látom egyébként néha, hogyha laggol, de az tényleg kellemetlen és idegesítő. Aki most csatlakozott, az szavazzon, fiúk, lányok, de ugyebár egyébként 21 órakor lesz a pénzszállítás.
Uraim, ez nem egy versenyző itt. Haladjanak, haladjanak. Hol lehet moderátorra jelenkezni? Nézzen hátra, visszapillantóval. Visszajöttek. Hogy visszajött legalábbis az egyik ott van most mögöttünk. Magának hány szó szóljak, uram? Vagy hölgyem, vagy nem tudom ki ül benne. Hall engem? Nem. Akkor legyen szíves nem megállni, jó? Mert elő fogom állítani, uram. Elnézést kérek, uram. De akkor haladjon, jó? Utoljára szólítom föl. De én is haladjon, már én balra szeretnék kanyarodni. Jó? Szálljon ki a gépjárműből, jó? De hát, most mit csináltam? Mi kérdezi? Hát nem csináltam semmit, hiszel, az a hülye gyerek... vagy kényszerítsem az urat? Hát de... Az a hülye gyerek szólt az előbb, ott abból a Porsche-ból. Én tudom, hogy ki szólt, uram, nem vagyok süket. Viszont az urat megkérném, hogy igazodás céljából szálljon ki a gépjárműből, jó? Itt az út közepén. Mivel az út közepén állt meg, nem nincs jogalapja, hogy megálljon, ezért így az hatóság önnel. De hát akkor miért akar jogtalanul az út közepén kiszállítani? Szálljon ki a gépjárműből, most szólítom fel utoljára. Figyelmeztető lövés megvolt. Hoppá, hátul még mindig van hely, de hogy elkapom, kitekerem a nyakát, az biztos. Maga is? Pontosan. Nekem olyan bájütése volt, mint a hügy lett volna, csak... Tudná vezetni egy picikét, uram? Persze. Vagy főnök. Hölgy? Nem tudom ki volt, mert nem tudtam megállapítani. Nem tudom, de ezt úgyse kapjuk el, de elkapom, fú. Köszi, hogy írt... de még mennyire? Nagyon laggol. Türelmesen kell várni. Megmutatom. Ez csak egy James taktika. Értem, értem, csak hát attól még egy olyan autót akkor se kapunk meg, kapunk el. Lag! Köszönöm szépen, hogy írtátok. Hogy legyen. Na, váltsunk akkor egy autót főnek. Mondom. Tudtam én, hogy van valami, kikresseltem gyerekek. Továbbítottuk a FileMem közösségnek a problematikát, hát nagyon örülök neki, de ha most még nem is tudok visszamenni, hát ideget kapok, gyerekek. Néha késik néha, de egyébként ez nem mindig így van. Most nem tudom, hogy most például miért csinálja. Mondjuk van itt elég sok minden a háttérbe. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be. Nagyon jó ez a zene. És most itt hagyott egyébként a főnök. Nagyon rendes. Most komoly, hogy itt hagy. Ne is mondjatok semmit.
Mindegy, eltottyogunk, semmi problematika. Tita? Cica? Milyen cica? Ja? Isten? Gyere! Figyelj már, téged látnak itt a streambe. Téged. Hogy vagy? Figyelj, te ne rendetlenkedj egy ilyen háttérben, mert látom, hogy mit csinálsz. Tétfogom a segged. Jó. Jó. Jó kisfiú legyél. Mert egyébként kapsz a szádra. Jó, figyelj rám! Ne. Egyébként nagyon bedlik a macsek. Isler, igen, az a neve. Hát ilyen biztos nincs, mert ő belőle csak egy van. De egyébként majdnem. Jaj. Komoly egy BMW-vel jött? Hát igen. Tudom, hogy ettől hány ingere van, tudom. Undorító. Mármint a BMW. Mármint ez. Mert van BMW, amit elfogadnál. Amit mondok, az full IT mondom. És milyen BMW-ket fogadnál? Hát minden terepjárót egyébként. SUV-re gondol? Hát ha az maga szerint terepjáró, akkor igen. Egyébként nem csak a BMW, hanem minden más van is a terepjárót. Szeretem, ami gyors, terepre való. Mert tudja, bárhol el tudok vele menni. Összkerék meghajtásra tudom. Ki lesz zárva. Van egy órakor lesz a fényszállítás, ami igaz. Jóta van macskán, másfél éve talán. Kb. Sokszor. Amióta ide költöztem, Szolnokra azóta. Ezek már megint itt vannak. Thank you.
Egy. Álljanak félre. Ebben se kapjuk el a lehetőséget. Tudna felhívásokat írni? Mégpedig? Az üldözött kikerülnek álljanak félre. Na, Aledre... Ott van a háttérben a macska. Fú. Aledre, de súr, magának van jogosítvány? Most nem sértésből. Szólnak on a belvárosban? Igen. Majdnem. Ó, nem számítottam rá, hogy ez már ennyire csúszik. Buszpályától olyan 500 méterre talán legyen 800, de amúgy a körül. Szerintem szép lassan totyogjunk vissza. Egyébként most jönnek vissza, nem? Úgy láttam. Nem, rosszul láttam. 10-21 órakor lesz még számítás. Hát, ha beérnek minket. Elnézést, csak kapottam egy feladatot. Nem voltam, dolgoztam. Ez most egy taxis. Igen, és száguldozik. Biztos nem hallja, nem? El tudjuk a lezeredet dönteni, hogy hova kiküldözünk? Vagy... Márcik, ott vannak. Álljon meg, húzódjon félre. Magának segíthetünk? Persze. Igen. Kérem, hagyj el a helyszínt. Jó, egyszer már figyelmeztető lövést adtam az úrra, aki itt áll előttünk. Következőni tüzet fogok nyitni. Semmi nem. Rossz mozdulat, jó? A hangbemondóma mondom, semmi rossz mozdulat. Fegyvert tartok önre, feltett kézzel szálljon ki a gépjárműből. Állítsa le a gépjármű motorját, utoljára szólítom föl. A törvény nevében felemelt kézzel szálljon ki a gépjárműből. Szálljon ki a gépjárműből. Hallja a hangos bemondót egyáltalán? Hát ezt a hangot, ha nem hallja, akkor süket az úr. Nem baj, álljon elé, fegyvert tartok rá, jó? Jó, ad parancsot a kerékre, uram. Pozitív. Egyértelműen fegyvert tartottam rá még amott is, akkor se állt meg. Jó, ha pontos célpontot látok, akkor lőni fogok. Tisztelt.
De komoly lehad mink egy rendőrségi autót, az a szar. Hát mi az? Igen. Igen. Látszik. Hopp. És meg is vár. Jobbra ment fel. Ó, baszki. Jó, mielőtt utána megyünk, elmegyünk tankolni, mert 18 liter van az autóba. Jó, engedjük el. Ez, amit van, ez mocskosan mindenütött. Most nem laggol, ugye? Gyors visszajelzés. Igen, vagyis nem laggol. És remélem. Nincs lag. Per. Super. Szerencsé, hogy jönnek majd új autóink elméletileg. Nem lenne ebben se probléma, csak ki kellene tudnik voltatni. Most nem lett volt. Szingom sincs, hogy miért jön rá egyébként az. 21 óra PS, jó? Közben, aki még nem csatlakozott, az a TikTok oldalamra tud csatlakozni. Mit tudom én, most egy... Kembeosztályba van, de vegyem itt a helyén. Vegyem! Egy videót beküldök, ami már rég ott van, de ugyebár erre a linkre így rá tudok menni. Csatlakozzatok, iratkozzatok föl, aki még nem tette. Megnézted az Instámat, nem nehéz egyébként felfedni, főleg, hogy nyilvános minden adat. Vagy kép. Örülök neki, köszi. Meg kollega, akkor én egy... kis időre tisztít leszek. Jó. Szép napot! Engedélyt adok, ha egy Brabusznak a kivételére, hogyha gondolja. Nem kell, köszönöm. Rendben, akkor jó szolgálatot. Ennek is. Check James, RSS 17. Ezzel se kapunk el senkit, csak nagyobb autónak látjuk.
ma... Örülnék, ha nem elém állnám, akkor üldözök valakit. De hogy akarjuk lemenni a lépcsőn, uram? Segíthetünk, uram? Mert maga szerint nem tudok lemenni egy terepjáról. Nem tudom. Ez egy városi terepjáról. Jó, az ajtót be is zárom, így nem tudok kiszállni szépen. Ön beszállítjuk a rendőrkapitányságra, jó? De miért? És igazolja magát. Mondom, be volt zárva az ajtó. Ja, értem. Egyértelműen bezártam az ajtót. El kéne hagyni, uram, a helyszínt. Jó napot, tudunk segíteni? Nem tudok, uram, beszállni. Igen, mert zárva volt az ajtó. Elmennék a maga helyébe. Elmennék a maga... Vagy engedjél a... Kupákok. Jó. Erősítést kérek. Mire? Én rám? Én nem vagyok erős. Én nem, a kollégám. A nevem az. Jaj, értem. Erős Pista nevem. Na, azért, mert akadályozta a hatóság munkáját, elő fogom állítani, jó? Mit? Mit állít elő? Mivel az ön haverját, vagy barátját üldöztem, ugye bármi. Barát? Mert tudja, hogy barátom. Nekem teljesen mindegy, hogy mi. Gondolom, én olyan embernek nem segítek, aki bűncselekményt követel. Neki szabálysértést. Maga, a gépjárművelért. Szép jó napot, tudok segíteni. Üdvözlöm, kollega, az úriember bilincselje meg az ajtót, nyitem, vigye be a cellába. Jó, kihallgatjuk. A jogait mindjárt soroljuk. Megbizsítsen a hátkozom a kezét, ráteszem a vizét, a vezető száraz rendben. Majd megtanulja a hatások... Mit? Hallja, uram? Hátul, a szopállarcot vessem el le. Ugadjam meg a Micsárlink az. Jó, akkor rádiózzon a Micsárlink, vagy írjon valamit. Ilyen nap jó volt. Nekem? Hát így, hogy az úriember így be akar ide engem hozni, így már az elrontott a napomat. Már esik. Nekem is egy embert akadályozott, hogy ne kapjam el. De hú, lépcsőn akadályozta. Ilyen lépcsőn le akar menni autóval. Ne vicceljem már. Hát azért nézze már két lépcsőt össze, jóval meredekebb, mint az. Hát jóval meredekebb, de akkor is meg. Kihallgató? Kihallgatóba, uram, jó? Mit akar kihallgató? Tájékoztassa a jogait, jó? Az úriember akadályozta a hatóság munkáját, jó? Ugye a jogait? Ami egyébként bűncselekmény és nem szabálysértés. De megkezdem, hogy tudja a jogait. Nézd át a ruházatát, uram, jó? Mert bármilyen fegyver lehet nálam. Nézzen nyugodtan, nézzen nyugodtan. Jó, mert ott kint... Faszomon kívül nem sok minden van. Maszkját vegye le. Vegye le a kollega, jó? Miért vegyem le, uram? Covidos vagyok. A maszkját leveszem. Mondom, covidos vagyok. Azt nem érdekel minket, leveszi. Foglaljon helyet. És megfertőznek. Nagyon gyorsan még felveszem a szolgálati fegyvereimet. Csak nyugodtan menjen, kollega, utána várom vissza, jó? Nagyszerű. Milyen nagyszerű, uram? Hát megmondom a érdekem. Az, hogyha az úriembert, aki mondjuk szabálytalankodott, azt nem tudta megkapni, aki viszont segítette elmenekülni, azt viszont meg... Segítettem, na ne viccelődjön, már gyalogot álltam, ott voltunk, gyalog, beszélgettünk. Látta, hogy üldözem a motorost. Én láttam. És direkt. Hát uram. Én biztosan nem láttam. Uram. Hát komolyan mondom, én nem láttam. És még hazudisik a hatóság. Na jó van, na jó. Értem. Hello Adrien, hello Adrien. Jó, hát magának se, és nem is ismerjük egymást, hogy ismerjük? Nem, de... Jó, igazolja a személyazonosságát, jó? Már bemutatkozott egy cégkétszerek, nem én maga. Nincsen személyem. Nincsen semmi? Nincs, mert az elég posztottak. Csítom az ajtót, hát már visszajött az a... Kollega, tájékoztassa a jogairod, és megkezdjük a kihallgatást. Az előbb megkérdeztem, azt mondta, hogy tudja a jogait. Igen, engem nem érdekel, sorolja fel a jogát. Rendben, jogában áll hallgatni. Mert utána azt mondja, hogy nem tudta. Szóval jogában áll hallgatni minden, amit most felhasználhatóan ellen a bíróságon, jogában a ügyvédek. Jaj, kékek. Amennyiben nem tud, egyébként bajunk. Az állam kijelölött neked, bajunk. Amennyiben az állam sem tud, akkor saját magáját fog felelni. Jogában áll orvosi ellátást kiállni, jogában áll egy perces telefonhívást. Hát ha nem szoknak be, ezt nem kapok kérni, vírust, amit akkor nem fogok kérni. Nem adott, illetve megszakíthat. Éle valamelyik jogával. Persze. Melyikkel?
hogy védem magamat. Saját ügyvédem a szekirejnek. Kékek meg a denevérek. Illetve szeretném tájékoztatni, hogy a kiadatás során a videó felvétel fog készülni, illetve hang. Tehát nem nagy orális szexek mennek majd itt, uram. Egy ilyen nagy karimákkal itten körbe vesznek bennünket, nézik itt ottam ott. Kollega, maga szerint az állampolgár az józan állapotban van? Hogy félre beszél? Nem. Szerintem nem. Lehet el kell vinni egy drónstesztre, nem gondolja kolléga? Lehet. De azért még megkérdezhetjük, hogy az úriember bármilyen kábítószerhatást fogyasztott-e? Semmit. Akkor miért beszél félre, uram? Félre beszélek, de hát maguk beszélnek, négy nagy pornó színész, azért tudja azt. Nem mondtunk ilyet, uram. Csak ön. Ha de én mondom. Vagy pornó színész, meg van egy saját üzletünk a párommal. Áááá, nem. Mi vibrátorokat árulunk, meg ilyesmi, ezt akkor így. Értem, jól van. Ebből tartja el akkor a barátját, családját, testvéreket? Így van, a barátnőmmel ketten vagyunk, úgyhogy így van, nagy vibrátorokat árulunk, hát muszáj valamit, mert nincs pénz, ugye. Értem. Jó, akkor azt mondja meg uram, hogy amikor egyértelműen üldözök, vagy a hatóság... De én nem láttam, hogy maga üldöz valakit. Nem baj, megvárj, hogy végig mondjam. Voltunk, igen. Amikor egyértelműen megkülönböztető fényjelzéssel, hangjelzéssel üldözök egy motort. Ha ön ott nem lett volna, akkor simán lementem volna ott a lépcsőn is, ugyebár. De ön direkt elém állt. És ezt hozzátenném, hogy a két motoros az leszállt, letette a motorját és odaszaladt hozzánk. Na most kérdezem én. Maga szerint nem mondja, hogy nincsenek jóba. Nem is ismerte az urakat, ugye? Nem, én nem. Biztos, azért jöttek oda. Ez amit mond, ez mind amit mond, ez kohult vád, akiről. Aha. De ez nem kohult vád, mert önt ismerték, azért szaladtak oda. Mert ha én nem ismerem szaladtak ott, magát, én nem tudom, hogy bárkit is egyébként, és egyből odaszalad is, jaj. Hagyjuk már, uram, hagyjuk már. Figyeljen már, hamarabb keljen föl, mint ahogy én. És akkor hát várt inkább mondjuk úgy, hogy le se feküdtem még. Hát akkor ne is feküdjön le, de ez, amit ön mond, ez mind nem állja meg eljét, uram. Hát pedig megállja, higgyeljön. Jó, figyeljen, én nem húzom a saját időnket, mivel nekünk a rengeteg dolgunk van ma. Ezért én jogosítvány, bocsánat, személy okiratok miatt fogja a kollégám megbüntetni, és rendvédelmi munka akadályozásáért fogjuk még megtiketelni, utána mehet a dolgára. Jó, van. De előtte igen. El kellene mondani a nevét, és akkor a DO rendszerünkben megnézzük, hogy valós névre ki tudjuk-e állítani a csekket. Ha nincs, akkor letöltendő börtönbüntetésre. No. Hát akkor vagy elmondja az igazi tessék, mondja. Azért nem kéne ennyire fenyegetni. BTK alapján vagy? Telefonjogom van, úgyhogy hívhatok telefonon. Azt mondta, hogy saját magát képviselés, nem? Hát igen, de meggondolhatom magam, úgyhogy bármikor. Nem gondolhatja. Nem írja sehol, hogy nem gondolhatom meg magam, úgyhogy. Tájékoztatnám itt a... Én is magát, hogy legyen szíves, nem magával kezdtem a kiadatás során, és kiadatás elején kell megmondania, hogy valamelyik csodával élni szeretne. Kiadatás közben erre már nem lesz lehetősége. Ezt az esélyt eljátszottam. Megjárt kiérdezve, most már nem élhet a jogával. Amit rögzítettünk is, uram. Azt mondta, saját magát kérdezni. Ebbi azért így nem játszunk, mert... Benedek, Szabó, Kubásnak köszönöm a feliratkozást. Nagyon szép is. Elnézést egy telefonomban. Hát így igazolom az urat. Igen, a múltkori vibrátor, amit szépen kívánok, doktor Tanyás és Tanyási vagyok. Itt kint várja egy úriember, és azt akarja, hogy adjon ennek egy puszit. Maga onnan tudja a számomat egyébként? Hát én olyan ember, olyan befolyás... Olyan befolyást adok, hogy a fejét beleverem a aszfaltba, idióta. Számomat meg kell változtatnom a holnap. Én mondtam, hogyha nem engednek ki, folyamatosan zaklatni fogják magát, higgyel, hogy azt se tudja, hogy ki hívott, de az de, én tudom. A vibrátoros barátom, ketten vezessük az üzletet a feleségemmel. Igen, és honnan tudja a számomat? Hát, múltkor hívta őket, úgyhogy honnét tudja. Maga rendelte meg a vibrátort, honnét tudja számot.
Miről beszél? Szóval elnézést. Mondom szóval, a vibrátorja, amit rágalmazásért is állítsa ki a tiketet. Ha nincsen a rendszerünkben ilyen, akkor letöltendő börtönbüntetés. Egy picit várhatunk. Esetleg meg szeretném kérdezni, szóval akkor olyan a barátnével ugyebár úgymond egy ilyen céget vezet, ahol ilyen tárgyakat adnak el. Így van, mi vibrátor kutyája, nyalítani a probléma, ez full ICV. De az érdekel, hogy ezt a számot honnan. Nem itt tartom, otthon tartom, úgyhogy... Rendben. Na, szóval rá szeretném kérni ezt a papírját, hogy ezt jól van hagyva, hogy olyan ilyen terméseket árusított, illetve szeretnék egy olyan papírt látni, ahol úgymond a miniszter az jól van hagyja az önnek a cégét. Ne, hagyjálkodjunk sokáig. Amennyiben nincs erről papírja, olyan illegálisan vezet egy céget. Nem jól mondom, kolléga. Működési engedély valóban kell az önkormányzatnak kiállítani. De maguknak erről semmi közük hozzá, úgyhogy... De pontosan, hogy van közünk hozzá. Az úriember egy kicsit el van tájolódva, foglaljó helyet, jó? Mert még nem véget. Nem bírok elnékbe nyűni, mert becúlják. Fáj a hátgerincem, megsérült azt. Sajnálom. Hát akkor jót áll magáért. Jó, na de továbbra uraim, is akkor jelenleg illegális nekem kéne menni, úgyhogy... Maga innen működik. Nem fog menni, foglaljon helyet, jó? Biztos benne. Biztos vagyok benne, uraim. Hát elkísérnek a WC-re, és lozira, vagy kis illet. Majd ha végeztünk, akkor el. De ide fogok bepisálni. Majd akkor föltakarítsa. Nem hiszem, na úgyhogy... Foglaljon helyet. De mondom, nem bírok ülni, fáj a hátgerincem. Hát akkor előbb miért ült le? Esek. Előbb miért ült le? Hát, mert leültem, nem muszajgott, de most már nem bírtam tovább muszajgott. Előbb csaba. Értem, uram. Na, térjünk a lényegre. Jelenleg önt azért hoztuk be, mert akadályozta a hatóság munkáját. Táfolja igen, meg. Egyszer már fősorolták, legyenek szívesek kiosztani, mi nekem járt csekket, igen, bármit osztak. Igen, de osztak, a szájába szeretnénk hallani, hogy táfolja, vagy nem. Ja, maga is rám akar mindent kenni, figyeljen. Nem segítettem senkinek, oda mentem az autó, láttam, hogy ott van. Uh-huh. Egyik fülemre se kettődik, a másikra alig hallok, nem igaz. Egy motorot száguldozott el. Nem, mert magam. Nem azt figyeltem, kerestem valakit ott, mert leesett a tetőrű. Jó, kerestem igen, az egyik urat, mert leesett a tetőrű, őt kerestük, el voltam vele foglalva, hogy hol igen. Van. Nem abban, hogy kimotrozik ott, vagy ki nem. Úgyhogy. Igen, de azt észrevette, hogy az autó megy. Hát most, hogyha az utamba állt elében jött, hát hogy nem tudnák. Kettő másodperc volt a két kontakt között, hogy a motor elment maga mellett, és én megálltam maga előtt. De én nem figyeltem. Aha, jó, nézze, tudja kit hülyének. Ezen kívül még valamit szeretne mondani? Kívül... Viszontlátás segít, ez kész. Jó, akkor jelezném a kollégának. Nézze meg a rendszerünkben, vannak-e ilyen tiketek. Ha nincsenek, akkor az úriember bármelyik kijelentés, amit most teszek, amit elkövetett az úr, és bármelyike nem szerepel a rendszerben, mint büntetési tétel, akkor egyértelműen csak letöltendőt fog kapni. Jó, mert a kettőt nem osszuk ki, tanulja meg, hogy mi az rámban, igazság, jó? Elsősorban is keresünk egy olyat, hogy amit biztos, hogy benne van, személyigazolvány hiánya. Az biztos. Rendben, az ott van. Forralmi szabály sietésnél ott van egy személyigazolvány hiánya. Rendben. Jó, ne állítsa ki, csak nézzük. Csak nézem. Jelen esetben az úr nem tudta igazolni magát. De sőt, ha nem is fogjuk és nem is tudjuk beazonosítani, akkor egyértelmű letöltendőt fog kapni, mert nem tudunk tiketet az úrnak adni. Jó. További, ugyebár hatóság munkája akadályozása. Be fogok kísérni, uraim. Jó. A további, ugyebár az beletartozik a hatóság és az egyértelmű akadályozás is, amikor a gépjármű elé állt. Soha nem állunk egy rendőrautó elé, amikor egy megkülönböztető és hangjelzéssel üldöz bárkit is. Szépen mondtam, az egyik különbözőt siket vagyok, a másikra meg nem hallom. Értem, erről van-e bármilyen papírja? Nincs, szuper, akkor ezt így a hatóság nem is tudja elfogadni. Jó, a további kérdésem, uram, hogy valami esetleg, amivel tudja ezeket táfolni a jelenlegi felhozott dolgokat? Persze, hogy...
Azon kívül, hogy süket egyébként, mert nem tudja igazolni. Igen? Rendvédelmi intézkedés akadályozását nem találtam, illetve rendvédelmi felhasználó úgymond hamis információt, hogy nem is tudom, hogy fogalmazza, mert azt se találtam. Szóval szerintem akkor ez egy letöltendő lesz. Uram? Hallgatom, mondja. Ez egy letöltendő lesz. Jó van, akkor vigyenek és jutod a sziszaplátásra, már mondtam. Hát akkor legközelebb mi a tanúság? Esik. Mi a tanúság? Semmi. Hát gondolkozzon egy kicsit. Nem olyan nehéz, így el. De figyelj, már nem tudjuk megbeszélni, hogyha bocsánatot kérek az úrtól, se elengednek ezt a betyesi, nem fog megtörténni. Én elengedem szívesen, csak akkor mondjon igazat, mert ha hazudik, akkor mondok, nem engedem el. De komolyan mondom, én nem láttam, mert mondom, a barátom leesett a tetőről, és őtet kerestik onnét, mert nem is vettem figyelembe, hogy valaki mászkál, csak arra lettem figyelmes, hogy már rendőre, hogy előtt állok. Nem, amikor a motor elment maga mellett, ott szembe állt az én autómmal. Igen, de nem figyeltem se a motor, se az autót. Aztán lettem figyelmes, hogy maga is ott van, mert a barátomat kerestem. Uh-huh. Mondom, két úriember a tetőről leesett, és őtet kerestük, hogy hol van. Az egyik egy sárga ruhás volt, a másik meg... De ilyen terepintás, kék ruhás, mindenféle ruhás volt az úr. És őtet kerestük, mert nagyon magas leestek, hogy mentőt hívtunk, minden csak... Kerestük, hogy hol van, mert nem... Szavazzatok is, dobjátok a kedvelést! Jó, figyeljen uram! A kollégámnak diktálja be a nevét, jó? Találunk az ön nevére találatotokat, elengedjük, ha nem találunk, akkor szintén újra megpróbált minket félrevezetni. Kolompár Digitron. Önnel már találkoztam, Digitron úr. Na lássa. Vagy akkor is hamis adatot adott meg, nem tudom, de emlékszem erre a névre. Na lássa. Digitron, ugye ezt beszéltem, hogy... Így van, Kolompár Digitron, így van. Izumatula, meg... De éhetek uram, meg ihatok, mert... Persze, hogy kamuzik. Kamuzik szerintem. Persze, egyen, így van, dugottam. Dorendszerünkben nézzük meg, kollega, jó? Sőt, ha nem tudja leírni, akkor az urat kérje meg, hogy írja be a tabletbe, az a biztos. Írás tudatlan vagyok írni. Tudom, akkor is azt mondta, de sikerült leírnia. Nem sikerült soha leírnom. De maguk írták, én meg néztem, hogy valahogy jó legyen, hogy mindenkinek érti. Nálatok de is sűrösebb az idő? Én nem húznám az ideiket, mert nekem is kell menni tehénfarmra, megetetni a teheneket, ganézni kell, meg értem azt. Magánvállalkozás? Esek? Hát, ilyen tehén, vagy ilyen tenyésztés, ezt... Értem, értem. Jason ment 10-8, erőt egészséget. Egy higító. Erőt egészséget. Erőt egészséget. Na uram, mi a ja, eltűnt a kollega, most nézem. Igen, azért mondom, hogy... Mert ő visszagyom meg mindent, hogy elfelepülni. Hát akkor megvárjuk, uram, mert ő de nekem nincs annyi időm. Uram, önnek kell ideje lenni. Ha nem tud állni... De éhesek a tehenek, pisilnem is ki, uram. De uram, ez nem így működik. Önt elkapja a hatóság. De nem kaptak el, mert én szálltam be magam, hogy beszélgessek magával. A hatóság behozta ön. Közöljem, hogy milyen helyzet, hogy a barátaim leestek, csak maga nem vette figyelembe. Maga csak maga szája járt egész ügy csak alatt. Itt mondta egyébként, és ne hazudjon. Hát itten, mert nem tudtam mondani, mert egész ügy alatt persze. Benne állt a szája. Meg se szólaltam az autóban, nem mindegy. Nem baj, uram, semmi probléma. Figyeljen, ha így áll hozzá a dolgokhoz, akkor én is tudok a máshogy hozzáállni. Tisztelem önt, és tisztelek mindenkit, és minden ellenpolgárt, akkor megkérem önt, hogy ne hazudjon. Mondja el, igenis elengedtem, mert az egyik haverom, és kész. Ennyi. Ha az őszinteség... De nem haverom, mondom, nem haverom. Akkor meg nem a haverja, de ön direktált az autóba. Nem direktáltam, csak mondom, nem vettem észre. Szobrába. Ha nem vesz észre, uram, akkor nem áll az autó. Érti? Ez most ez komoly. Érti, uram, hogy mit mond? Nem vette észre, de mégis... Értem, csak nem vettem, annyira kerestem a barátom, nézgelődtem, hogy merre lehet ott a bokrokba, sövényekbe, hogy észre se vettem, hogy maga ott van. Uram, ott nincs is bokor. De ott voltak pont a beton mellett, ott egy nagy csevény volt,
tehát nem bakar. Nézge... Hát nem, de sövény, de meg ott uram, nézgelődtem. Uram, azt... uram, én értem, hogy véd bárkit is. De legalább ne hazudjon, honnan esett le, mondja de, már meg. De nekem. Most akkor mondja már meg az Úristen, áldja meg magát is, hogy gödörre, érti? Hogy miért védtem volna, na, mit mondasz meg előtt, hogy mivel? Egy gödörrel. Gödörrel? Így van. Hát nem tudom, bírt el a vizet engedni, vagy bármilyen, a használ legyen. Érdekes, érdekes. Lássa. Igen? Na, hogy miért védtem volna, ugye? Akkor jobb dolgom is volt, mikor barátom leesett a tetőre. Elvitték az fogok, nem, nem, nem tudom mit csinál. Jó, figyelj, amíg nem bírom beözönisíteni az úriembert, addig nem fog sehova menni. Hajlandó leírni? Micsodát, mondtam, kolompár, digitron, ennyire érthetetlen. Uram, írja le és akkor el. Nem tudok engem. Írni. Hú, pillanat. Kolompár, digitron, do. Kolompár. De i g i t r o n. Itt van, uram? Itt vagyok, igen. Itt vagyok, szervezetek. Figyeljen már, valami nem működik a rendszerünk. Hall engem? Igen, hallom, igen, igen, igen. Jó. Így van, uram. Így van, így, ahogy maga írta, így van. Erre ugyan csak az én örökírom nem akar fogni, de nem tudom miért. Ebből már tettem panaszt a boltba is, meg minden, de... Na. Jó, így ugye nevét megtudjuk most már. Viszont nincs önnél személyigazolvány, ezért nem is tudom kiállítani a büntetést, úgyhogy így mindenféleképpen letöltendőt kap. De mit szól ehhez? Tessék? Semmi nem szóltam. Na, na, visszatértem, bocsánat, csak állítani, hogy jól ne visszatért. Na de, igyekészhetnénk, mert sok a dolgom, úgyhogy. Hát önt előzetes letartóztatásba raktuk, és az úrél letöltett döbbeltön büntetést kap. Nem tudja igazolni magát, az egy dolog, hogy elmondta, és leíratta. Akkor mi az úristen faszának kérdezi meg a nevemet, ha nem tudja? Ekkora balfasz? Higgadjon le, uram, jó? Higgadjon. De most már kezd az idegen fő menni, úgyhogy higgyel, ne kaszkázzanak. Ha megkérdezte nevemet, szépen normálisan válaszoltam, ott van maguknak, maga le is írt egy papírra nekem. Visszamenőleg meg tudja nézni a nevemet, úgyhogy ne, hogy hiákoljon most már. Értem, uram. Már rosszul jár valaki. Ne fenyegetőzöm már legalább itt az őrsönnek. Miért? Bejön az ügyvédem, olyan följelentést tesz magukról, hogy saját magát annak... képviseli, azt mondta, milyen de... ügyvéd? Aztán beküldhetem az ügyvédemet az ügyben, úgyhogy... Az ügyvédének jogalapja van írásbeli panasztán. Így van, de nem az, csak írásbeli, az nem fog ide bejönni, sőt, be se jöhet, amíg be nem higgye. Engedjük valóban. Be fog jönni, higgye. Uh-huh. Jó, természetesen jogalapja megvan mindenkinek. Na lássa. De mivel az ügyvéde nem volt jelen, így azt se tudja, hogy mi történt. És de elmesélem én neki, panaszt, hogy itt 20 perc már szórakoznak velem. Uh-huh. Mondtam, hogy foglaljon helyet, mert nem fogja de megúszni. Én már mennék, mert ezért a dolgom úgyhogy. Nekem is elhihetni. Most szándékosan cseszeget? Nem, amíg ön nem ford magára de személyes még egyszer megkérdeztem, még egy szándékosan cseszeget? A hatóság nem fog önnel jó fej lenni. Hát én sem fogok akkor jó fej lenni, tudok én is másképp bánni a dologhoz.
Eddig jó fej volt, arra ugye? Eddig jó fej volt, amíg normálisan beszélgettem magukkal, meg minden, de kezd a cérne elszakadni. Hát, mondjuk az relatív, hogy csinált, mit jelent az, hogy normális. Igen, uram. Még normálisan kommunikáltam eddig, normálisan nevemet megmondtam, meg minden, hogy mi volt a helyzet, de maguk kutyába se veszik maguk, csak a magukét hajtsák, így, meg ezt, de többit azt ne se szarják, hogy ki mit mond. Úgyhogy... Úgyis az lesz, amit maguk mondanak, úgyhogy ennyi, a véleményem magukról. Tényeket és látom. És tényeket, tehát nem is hiába hívják magukat a városba kutyáknak. Azért, mert így viselkednek, akkor normális az emberek hozzáállnának a dologból, mindent elmesélnek, meg minden. Maguk csak a magáit hajtsa, mint a svába tralalát, vagy a papagáit. Értem, szóval akkor cáfolja azt, hogy ön akadályozta a munkámat. Így van, cáfolom, így van. Megmondtam szép, hogy a barátom leesett a tetőri, hogyha mentős, ő be kellett volna menni, megnézni, hogy mi a helyzet, de... Aha, most... értem. Mennyire töltendőt fogsz kapni? Balások is érkeznek hamarosan. Rendben. Az úriember megérdemelné, hogy a jelenlegi BTK alapján a maximálisát kapja. Már volt rendvédelmi személyzet. Na jó, van, most már a túlzásba viszik, nem gondolják egy kicsit? Hát amit elkövetett, annak... Hallott a passzapó, geci? Kussoljál, jó? Ez nekem beszél? Így van. Figyeljen már. Ha már nem tud normálisan viselkedni, tudok én is. Ez egy kicsit kulturálitás. Kulturálisan beszéljen. A felvételt. Ugye. Ne, nyugodtja, rögzítse. Az úriember egy kicsit elszállt. Én öntnek tisztelem. Hát, ahogy maguk viselkednek, így természetesen mindenki. Nem ezt mondtam, nem azt mondtam 300-at kap, azt mondtam. Csak mondanám, hogy azt mondtam, uram, hogy a jelenlegi, amit ön elkövetett, annak a maximális összegét fogja kapni. Azt mondta maximálisat. Érti, hogy mit mondok? Ne haragudjon. Igen, amit elkövetett, annak az értékének a maximálását fogja kapni. Na jó, akkor vigyenek, de takarodjunk innen, mert undorítok maguk, úgyhogy már nem bírok magukra nézni. Te, ön van fönn háborodva, uram. Igen, én vagyok. Na. Hát de viszontlátásra. Nem, na, hogy sehova. Tegyék rám a bilincset. Uram, ne provokálj, kérem. Vigyenek, mert nem akarom magukat látni, úgyhogy... Jó, kollega, állítsa ki a tiketet, jó? Mindet, ami rá vonatkozó, jó? Az összeset. A felvételt. A tiket az a szent bírság? Így is van, csekket állítsunk ki neki, jó? Rendben. Ide vagy az úrhoz. De a nevét azzal mi van? A nevét elmondta. A rendszerbe bele, megnéztem. Rendben. Meg egyébként az úr már tudjuk, de egyébként legközelebb, ha nem lesz nála a szemigazolvány, azonnal letöltendőt kap. Nem első alkalom, amikor hatóság behozza az urat. Szemigazolvány hiánya. Sőt, ha megvan a büntetés, nézzük már meg egyébként a rendszerünkből, hogy az úriember nyilvántartásban van a kép alapján. Benne vagyok, igen. Benne attól vagyok. Megnézzük, hogy mit követett el. Sok minden. Így is van. 3500 dollár, uram? Hát maguk azt hiszik, hogy én a pénzt szarom, vagy miért? Hát uram, én is szarom a pénzt, de ön hogy beszélt velem? Hát, ahogy maga. Én nem beszéltem önnel csúnyán. Hát nem beszélt csúnyán, de kohót vádakat elkezdett itt én nekem mesélni, meg ilyesmi, azért kicsit már. Rámon, akkor ez szerint meg vagyunk, mert ilyen tiketet nem találtam, ami úgy gondolom. Nem viszik be a börtönbe. Cselekményéhez tartozik. Szerintem elég lesz a csekk, amit kiosztottunk, az úriembert kísérje ki, legközelebb meg legyen magán ezt. Szép napot! Szép napot! Ezt az ajtót is kinyitom. Már megy. Elnézést csak. Elbátoztattam. Már végeztek is, úgyhogy. Szép napot! Tiszteltem. Erőtegítséget. Melyiket? A cofost? Igen. Igen, ismerem én. Igen. Egy ilyen szimat ismerem. Egy igazi fasz fejszed, de hogy? Na most jó fej volt. Csak egyszer küldött el a halálfaszát. Ja. Csak viszont, rekord. Szép topot tiszteltem. Szép topot.
illetve kérdés, a pénzszállításhoz vegyem-e fel a bevetési ruhát? Pozitív. Hát, rám vannak a fel is használni. Köszi se kodasz, majd vegye le. Huff, Székely Szilárd úr maga is. Megyek, értettem. Megyek veregetni. Gyere. Én nem tudnék úgy játszani, hogy egyfajtában ordibálok át. Aki nem tudja levenni a siseket, annak nem. Segítünk. Valóban. Annak egy masszív pofonnal tudunk segíteni. Na segítsek? Igen. Nagyon szívesen segítünk bárkinek. Jó napot! Jó napot! Erőtegesség! Székely úrnak segítsek? Segítsen, de óvatosan. Nem voltam olyan kemény. Jó, hatlás. Te jó nézett ki maga még mindig. Ja? Maga is vegye föl a... Jaj, jó szabatos. Minden rendőr. Magáról is segítsünk te venni a sisakot. Vegye már le. Aj, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Hogy mint? Meg vagyok, jó napot kívánok. Velem nagyon kíváncsi. Nincs kint senki. Nincs kint senki? Egy rendőrautó sincs kint? Nagyszerű, szuper. Ami volt, az itt volt. Akkor azokat most én eltüntetem, és megkapjátok az újakat egy percen belül. Jó, várjál, akkor kiveszem a piszkost addig. Azt mindent vegyetek ki, jó? Tényleg benne van. Új autó? Új autók, igen. Még egyel fogok tartozni nektek. Mert azt még meg kell handingelni, jövő héten megkapjátok egy... Jaj, de szeretlek. Fekete jelöletlen Dodge, a francikát egy Jeep lesz. Gyere ide egy picit. Nem kellett cummantani, köszönöm szépen. Az úriember mit keres a pérétől, hogy nagy kérdés? Jó, gyere ide. Ez Noel volt amúgy? Én nem tudom ki volt ez. Rádiózik, MG-zik! Ja? Mi az az MG? Hát na mi? Jó, kivettetek mindent a kocsikból, amik nem kellene? Igen, igen. Sokan azt... Jó, nagyszerű, akkor most eltüntetem. Én most nem foglak valami mellett álcázok, és utána beszélünk. Van amúgy nekünk nagy kaliberünk, haló? Én nem tudom, mi az MG. Egy furcsa RP, úgyhogy... Mákos guba. Mókus golyó. Már nem mókus? Azért mókus. Azt hittem, hogy mákos guba. Ismered a mókus golyót? Az. Azok a kicsik? Ilyen magyaró nagyságú? Kb. Akkora. Olyan magyarós. Olyanak is hát egyébként. Akkor nem lehet az olyan. De maga azt most miért mondta el, amikor együtt zuhanyoztunk? Azt miért mondja el? Gondoltam, megosztom a többiekkel is. Tudtam, hogy maga az én golyómat figyeli, hogy ennyire perverz. Na figyeljenek már. Véletlen néztem oda. Vannak kaliberünk amúgy? Van amúgy, van. De melyik az? SMB. Ez volt a bukta! Ki mondta? Ki mondta? Na, mit akarok mondani? Melyik az uraim? A Székely Szilárd kollega maga szedett be valami szolgált előtt, mert most olyan jó kedve van. Nem. Amúgy a Carby Rifle, azt hiszem a Carby Rifle, ami... Igen, arra lehet engedélyt kapnunk? Hát... Mire? Most szállítása biztos rendben. Lesz majd. Jó, hát egy kadétnak nem adnák a kezébe, de... Hát én se, de nem azért. De azért enyémbe adhatnának. Beszéljék meg a James-szal ezredessel. Ő intézi az egész szállítást. James a lezredes úr, törvénytisztelő kollega, hozé. Illetve majd a pénzszállításhoz lenne egy kis úgymond stratégia. Uraim, miben visszük a pénzt? Mert én szívesen vezetem azt az autót. Elnézést maga a pénzt Riótba fogjuk szállítani, a nagy kalibereket a legjobb lövészeink fogják megkapni. Akkor Thomas kollégáknak kell. Tehát egy kellene azért az autóba is, uram, hogyha megtámadnak. Csak nem akarjuk, hogy elveszten, ezért kéne a legjobb lövésznek. Hát nem tudom, nem a széke jó lesz. Vagy igen? Nem, figyeljenek el az is jó, hogyha a Riotot vezetem. Úgyse halok meg benne, vagy de. Akkor mit szól hozzá, hogy... Hát biztos, már fel nem robbantják. Az lesz. Maga mellé beültetünk egy gépfegyveres... Na, az nagyon jó lenne. Kollégát? Illetve, bocsánat, én azt szeretném szól, hogy jó lenne, hogyha... Gondolom lesz Charlie egységi. Szerintem jó lenne, hogyha egy darab gépjármű még kívül lenne a bankból, hogyha a Charlie egység megszűnne, akkor legalább egy darab információ személyünk legyen, aki úgymond információkra adatom. Sziasztok, szavazzatok! Úgy látom 107-en szavaztok, és 52%-kal támogatom, mivel hasonlóban már fogunk. Volt részem, és ők ezt szedték ki először az autóból. Dobjátok a kedvelés fiúkányok.
Kicsoda, mit akar maga dönteni? Civileket, vagy mi? Erre is meg a valaga. Azt a tervet ajánlotta be, hogy legyen egy külső egységünk a Charlie-n kívül. De hogy kell, mit beszél maga itt, azért magam úgy valami vezető? Kérdezem. Ne ötleteljen már a vezető ötletelnek. Mi teljesítjük a parancsot? Így van. Maga milyen rangban van, hadd kérdezem már. Ez most mi uraim itten? Megjött a dolga. Megjött a dolga. Ja. Azt hittem, hogy tudnak vezetni. Ja, mi? Na. Szia, Lucky, bocsánat a késésért. Szia, hello. Erőt egészséget. Nincs itt senki. Jó napot. Ja, bocsánat, nem látom. Jó napot. Itt van Miguel. Itt vannak a mennyien? Elnézést a késésért. Amúgy itt van Noel? Zöld fülű. Nincs már, elment, eltűnt. Jó, akkor most, aki Soliba van, az vegyen ki egy-két autót. Gyorsan! Úristen, melyiket főnök? Anyám. Mit mondod? Olyan kocsi van, az már kint, hogy rosszul lettem. Egy Jeep 01! Jó, rosszul vagyok, nem azért. Oh, ez az autó! Ez a ti ott vagy? Jajj! Jó van! Jelentem! Atyatlan emberek! Ezt doás kocsikkal ne álljunk még be! Azt a kurva! Na hello, szia! Na hello, szia! Na akkor még most akkor a doás kocsikkal légy szíves, tűntessétek ki előket oda kintre. Az meg többit megfixelem, jó? Ó, milyen dodge-unk vagy, gyerekek! Most azért is kiveszegetik. Úristen! Te szűz Krisztus anya Mária! Te azt a kurvistún! Szeretnél az update-t? Ez nagyon jól néz ki. Szerintem is. Úristen! Van viszont szerint. Gyere, szállj be! Ez ilyen jip, ezt ismerem ezt a jippet. Ha ezzel nem lök ki föl semmit, akkor én úristen. Tessék kollega. Hát ezzel a jó istent is fellököm. Jöjjenek utánam. Hali, Daniel Lambo, megkaptad az UB-t amúgy? Új autó. De remélem nem csak szépek, hanem jó. Kollégák, álljanak be. Ezt majd meglátják. Megszerettem ki a doás volt, amit tárgyalás megy, eddig maszkokat vegyük le, köszönöm. Vezérezredes urat várjuk kint. Jöjjáról az összkelék megfajtás, úgy látom. Minden jelenleg az összes összkerék, kivétel a Hellcat, az hátsó. A Hellcat az tudja, hogy fog csúszni. Erőt egészséget. Erőt egészséget. A kollega ott jobb oldalt nem vesz fel golyóállót? De mellé jó, el van sztórolva az a lényeg. Az meg ott marad. Jó, még motorokat fogtok kapni mindannyian, meg még egy hasonló jelöletlen jeepet. Elnézést! Amivel tartozom. Jó? És akkor Szerúresivel pedig a Doa is már a PD alap lesz, jó? Úgyhogy jó szórakozás. Laki, egy pillanat, igen? Kérdésem ezzel lehet, arrébb. Megvárjuk még a kollégát, aztán elkezdem az eligazítást. Jó, addig lerakom a piszkost egyébként. Ez jó lenne. Kapott kivált mindenkinek. És most lesz resi, vagy? Nem. Jó. Úristen. Maradj el csömbbe inkább. Osztom ilyen Camaro. Nem semmi. Jó, ezt szerintem mindjárt jövök.
mindenki... Srácok, doásokon maradt golyóálló, vagy mindenkiről leesett? Persze, rajtam maradt. Maradt. 100%. Okay. Jó van, akkor csak én szoktam. Rendben, kollégák. Rád esett. Jézusom. Olyan nem. Akkor tisztelet. Doásoknak is előjáró elő tisztelek. Csino? Beszél valaki egyet? Itt vagyok. Van egy pár kivétel. Tessék. Csino, Erik, tiszteleg. Maradj már. Ja, bocsánat. Rendben, pihenj. Annyi először így kérdésem, mindenki hall engem? Igen. Igen, és kapitány. Rendben. Akkor elmondom a felosztást. Ja, most új autóink vannak, ezért csak úgy tudom elmondani, hogy nagy, kis. Jó? Sokban segítsek esetleg? Azokat tudom. Akkor jó. Úgy fogok csinálni, hogy kettő, nem, egy darab jorttal fogjuk szállítani a pénzt. Nem a gyorsaságra fogunk menni, hanem a védelemre. Nem elé is meg. Fogjuk szeretni kérni kettő darab jeepet, az elé egy dodge-ot, illetve mögé is egy dodge-ot, az elé még egy jeepet, és a mögé még egy jeepet. Érthető? Így nagyjából? Persze. Pozitív. Amennyiben megtámadják a konvojt, az lesz a felállás, ugyebár a riotot védjük, a négy darab jeep négy oldalról elkezdi védeni a riotot. Tehát az egyik mellé vagy a másik, tehát egyik balra, másik jobbra, egyik előre, másik hátra. Igen. Egy olyan kérdés, esetleg egy galárdót hozzunk felderítőnek, aki előre megy. Egy micsodát? Egy galárdót, Lamborghini. Na igen, azt már, is szeretnék kérni. Azt hoztunk. Egy Charlie egységet is szeretnénk majd kérni az égbe. A Riotban ketten fognak ülni. Az egyik lesz a sofőr, a másik pedig a gépfegyveres védő, ki akar lenni akkor a sofőrje. Ebben akkor Székely Szilárd úr lesz a sofőr, a gépfegyveres támogató. Beülök én mellé. Rendben, Charlie egységbe hagyom fognak ülni. 83, most nagyon gyanús nekem. Egy. Valaki még, légy szíves, nagy kaliberes dohás. Szia, szia, hello, hello. Jó. Kettő. Még egy harmadik ember esetleg? Még egy... Akkor... Dóra, akkor... Nekünk van nagy kaliberje. Vannak kéne úgy. Csino? Valakinek is külön van. Úgy is vissza kell ugranom Dóához. Igen. Egy nagyot, ez kész. A lemben? Akkor mi hát? A... Kettő darab dodge van. A kettő darab dodge-ot az egyiket. Én fogok beállítani. Maradt három darab. Esetleg valaki a három darab Dodge sofőrségére jelentkezik-e? Egy. Kettő kilőve. Három. Makón még nem volt. Már csak egy maradt. Makón? Négy. Nem, Mendén rendben voltam. Mende. Mind a négy darab... mind, nem, az nem. Összes autóban minimum kettő embernek kell, hogy lennie. Matekban vajon ez kijön-e? Hát lépjenek le a párok. Jöjjön az, aki akkor velem, én hozom a riatot. A Charlie egység és emberek is menjenek egy helyre. Charlie. Jöhet és jövök, kollega. Hozom neked. Ki ne vegyem ki még autókat. Nem vagyok nagy utazó egyébként. Nem. De miért? Ugyan hányan elkésznek majd?
Na. Hát akkor csak feloldanak. Akkor én megyek itt a kollégával, a jippel. Jó van. Hát műveket. Maguk ne vegyenek ki senkit, semmit, mindenki üljön majd be a gépjárműhöz, amiben majd tartozik. A rádió frekvencia az hanyas lesz, ami? A frekvencia az 10-es lesz. Charlie, hozzá emeltem? Gondoltam, hoztam egy Lamborghini-t, pozitív, menj egy nyugodtan. De mondták, hogy egy Lamborghini kell felderítőnek, hát, nem? Tudom, de hoztam Lamborghini-t, de nem mondták, hogy... De amúgy Charlie sofőrjének kell, nem kell nagy pedig, vagy... Tényleg nem kell. Nála. Itt a hűtőbe? Van. Mindenkinek... Elnézést, van itt kaja? Tudok adni, kinek? Pultos, de... Igen. Kinek kell, tudok adni? Nekem kell, itt vagyok, jó nap. Én nekem. Most már csak kajak én. Itt vagyok. Intézzük a dolgot. Ide adok. Először. Nem terenkedek. Ide, Ugye én nagyon éhes vagyok. Aj, nagyon köszönöm szépen. Sok lett. Mennyit adjak vissza? Tízest. Sok. Hát 17 croissant azért. Na hát ez egy egész hét leszek annyi. Így van. Hát én nem bírom ki 2 órán keresztül. Hát én is. Meg nekem is jelentne egy nagy kaliber. Köszönöm. Nagy kaliber. Minek magának nagy kaliber? Minek? Tudtok rá lőni? Másik egység, másik kollega, aki a Charlie egységben, az hol van? Ne vegyen ki semmi féle gépjárművet. Kérem. A harmadik ember a Charlie-ba fel tudna jönni a tetőre. Köszönöm. A Riot az melyik? Na ez itt a kérdés, hogy a Riot valószínűleg kikerült innen. Az baj. Érünk. Az utolsót meg tudja nézni, hogy mik azok a Zili? A Zil az ma... A Nismo az a GTR. A Zil az pedig a Camaro. Jó, akkor kérünk egy pénzszállítót. Baj van, kollégák, a Riot kigerült a garázsból, ezért Jeep gépjárművekbe fogjuk szállítani a pénzt. De ha kérünk, akkor kapunk. Akkor kérjen egyet, kérem. Az előző mondatomat vegyék úgy, hogy meg el sem mondtam. Gondolom, nem indulunk meg. Valószínűsíthetőleg. Gondolom... Ja. Kollégák, még várunk egy picit, mert szépen... Viszontlátásra. Kollégák, még egy kicsit... Még kicsit várjanak, ne menjen még esek. Mert pénzt szállítóltót igényelünk. Csöne? Spoiler van a csirok. Ja. Egy Szilárd úr. Tessék. Van magának ötszer? Nincs. Akkor kedvenc száma? Ott vannak. 77-es. Tessék, használj egészségem. Migi nálad? Van nálam, kaptam tőle. Köszönöm jó, szépen. Köszönöm valakinek szépen. Esetleg kötszer még kell, mert még van. Aha. Cső. Jó, te is hívtál. Hello. Hello. Na, mi a baj? Mi a gond? 77-es. Mi 77-es? Ja? Írtál reportot az 77-es? Írtam, igen. Írják le. Kellene nekünk majd egy... A buszban itt van. Nekem is van az oldalt. Egy. Pénzszállító. De már azt mondd valat valakinak, szerintem Resi után lehet, akkor viszont. Lehet, hogy most berakja, ha? Jó. De lesz nem sokára.
Én csak merjeztet fixelem. Írjál neki, meg a Flash is azt mondta, hogy megkapjuk. Meg ezt inkább csak dévézzel, mert ez benn van a garázsba egyébként, ez a Shiroki. Nem bírok belülni. Nem bírok belülni. Kezd el tolni, és közben dévén. Mindegy. Jó, mert úgyis elviszi a resi. Mi? Segítsünk Mercy, hogy beledob. Nem kell, nem. Úgyis resi lesz a... Hallod, állj meg! Gyere resi. Ingyen beszélek vele amúgy. Hello. Nem tudsz adni, gyere. Feka írtam amúgy. Gyere. Mondjad. Nézd meg. Egyébként azt írta, hogy kérjük Szedzsabot a resi után, még ezt kell kezdeni utára. Láttam. Ha ha. De milyen Szedzsabot? Lucky írt nekünk az infócsatán, hogy resi után mindenki kérje a Szedzsabot. Hát jó, azért a dolgásodán. Jövök majd, és akkor itt leszek, jó? És akkor gyorsan elintézzük, azt utána nyomjátok a PS-t. Akkor lépek le szerverről, sziasztok felom! Csákula! Várj, tolom ezt a szart! Hát ne toljad, he! Ja? Ne toljad, a kerítés az olyan szinten be van bugolva, hogy itt reszkelt, remeg, két autó benne van. Hát majd kiderül. Na jó, ma jövök, jó? Van szólott ez az autó. Itt leszek Resinél. Papa! Utána megnyomjátok, nincs mit. Nem, nem kell visszamenni. Nem kell visszamenni a Doálhoz. Most már átkerülünk PD-re, szóval ne menjetek vissza, itt lépjetek ki. Továbbá nem tudtok gépjárműbe se kivenni, mert leállították a dolgot. És ennek kolléga, hogy tettenek az új gépjárművek? Pedig már belejöttem. Ez gecire nem fair, arra gondoltam. És mert még mindig a... Én nem tudom. Igen, itt a papa autó, ezek. Ez egy bombja. Akkor légy annak, hogy tetszenek az új gépjárművek. Fantasztikus. Szerintem is. Csak az a baj, nem tudom külön kezelni a megkülönböztető fényjelzést, úgyhogy így szomorú vagyok. Csak tudával lehet elindítani, ugye? Nincs, szerintem vagy a BMW. Vagy most hogy van? Ja. Hát, ez mondjuk szomorú. De azért már kellettek ezek az autó. Egyetért? Igen. Nincs rajta a villogó opció. Vagyis csak villogó. Másik szerveren 20 000 ijesztőt készítem. Mi is egy ilyen nyugat. Nagyon jó. Jó, meg van handlingelve, ez fantasztikus. Haha, ezen a szerverén is. Nem, mert ilyen nincsen az én a katalógusba, szerintem.
De nem olyan, nem. Teljesen más handlinggel rendelkezik ez az autó. Ne napja, Louis kolléga. Ja, az kurva jó. Stoy, Flash elvileg mondta? Meg ő tudott róla? Igen, jó, mert igen, igen. Tök mindegy, az a lényeg nyomozási alosztály lesz. Tomás kurva sok időre mentem át. Mert a... De amúgy tudod, hogy szólt az, amit... Itt az ember, itt az emberünk, ő beszél minden. Szia, Flash. Nem a Flash. Milyen Flash? Baszki! Bocsánat! Mi van? Ki? Tudod, hogy volt a kilépésetek Ruhába? Aki most elmegy, az nem tud többet visszajönni. Szopás! Hoppá, négy ember vírus. Micsoda megyünk-e, hogy mi? Hát úgy mentek. Na, kiadó a leader. A Magic. A Magic, a hadnagy, azért alias Arian, meg a Alma. Na, stop, ID-t egy darabot, jó? 129. Oké. Okay. Jelenleg csak ő van a városban, többi leader nincs. Mi a kedven zenét, én minden zenét imádok. Remélem a Flex meg a Pisti nem kap a leadert, mert akkor itt leszokom. Nincs a leader rang, elmondok ennyit. Remélem. Ki három rangunk, lesz egy próbaidős és sima nyomozó meg a leader. Jó, ott van benne egyébként DC-n. Jó, Resi, után jövök ide vissza és beszedzsobollak téged. És te majd intézed a többieket. Vissza. Jó, oké. Hm. Akkor a rabszállítás szokásunk összé, mert egy fél órával késik. Ülök a hídon. Igen, nem most is fegyverszállítás? Nem, nem az angyalok. Azért mondom. Az milyen autó? Az egy Nissan GT-R. Nissan GT-R. Várj. No hát akkor menjünk. Resi. Jó srácok, megtaláltam a lehető legjobb rendőrautót most. Nem, nekem nem kell megtenni. Én vezetem a riotot azt, amivel pénz van. De valaki bejelölt barátnak. Itt a igazoló. Hivatalos okay. Részénkre csatlakozzatok. Na, mert gigával? Nem valószínű, hogy kérne. Hangosabb a zene, tudom, hogy hangosabb, mert feljebb vettem a zenét.
Szia, Matula, jó játékot kívánok neked, köszönöm szépen, hogy telt a napod egyébként, köszönöm, elég pozitívan, sok munkával, és jó estét kívánok, köszönöm. Valaki írja már be nekem, légy oly kedves, méghozzá azt, hogy felkiáltójel Matula. Érdekelne a dolog, hogy mit dob ki a rendszer. Jó, elég, elég. Akkor ezt másra volt bebindelve. Akkor ezt le kell majd tiltanom. Akkor várjatok. Martin Töröknek köszönöm a feliratkozását. Azt írjuk be, hogy... örülök neki. Ez valamiért nem jó. Jó, most írjátok be azt, hogy felkiáltójel kisbetűvel játék, csak minden ékezet nélkül. Mert csak így tudom tesztelni élőben. Nem működik. Olyat akarok majd, csak még nem jöttem rá a technikára, ahol majd részt tudtok venni egy sorsoláson. Jó, most megkérlek titeket, hogy... Most írjátok be, hogy játék, felkiáltó játék. Nem tudom, hogy most jó-e. Utána lépünk föl, mert pont 5 van és resi. Nem, valamiért a chat nem dobja fel itt nekem, mert itt ki kellene írni, aki beírja a parancsot. Kik vesznek részt ugye már a játékon, és akkor itt nekem egy... Hát nem, ez valamiért nem jó. Seen you in seasons, but all I
Nem mindegy. Nem, nem jó fiúk, lányok, nem jó valamiért. Buknit Csaba az, aki a legtöbbet nézi a videóimat. Utána egyébként a maga a bot, ugyebár András Polgárdi, Levi Hajdú, Boti, Vilián, moderátoraim. Sorolhatnám. És közben lépünk vissza a Szeróra, jó? Tibor Bodnárnak köszönöm a feliratkozást. Csőcső, köszöntelek a Matula fanok között. Ez egy kicsit durva, de mindegy. Igen, na régóta néz. Egyébként írja a rendszer egyébként, hogy sokan néznek, akik nem iratkoztak fel. Szia Patrik, hello, sziasztok! Hello! Nem, most megyek, mert fogjátok látni, ha fölmegyek. Egyetem, ha felenged? Álljatok. Nem reagál, nem figyeltem, hogyha hívtál is volna. Megy a kép. Aha, még nem lehet menni szerintem. Jó, akkor majd kiírják, ha tudunk menni. Addig is egy másik képet osztok ide.
Márkusz is írt, hogy én nagyon régóta nézek egyébként, és nagyon jók a live-ok. Köszönöm szépen. Csak nem mertek írni a chatre, mert ugyebár én nem emlékszem, hogy írtatok volna bármikor is. Szia, szia Martin, aló, aló, aló. Két hónapja nézlek, na, örülök neki, hogy még itt vagy amúgy. Ezt nem értem, hogy nem énekek, ez az első, hogy írtam a szem. Ezt nem értem, bocsi. Dehogy van vége, dehogy van vége. Várjuk a fájlemet, hogy újraindítsák, mármint a szervert. Én egy hónapja. Na már 45-en vannak fönn, csatlakozunk. Low, you can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go, I never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, 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 hustle hard, hustle every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave, to the system, I don't want. Ilyen gyorsan besetöltött. De szép macska vagy, Louis. Dat. Na jó, ez a sapka. Kész. Most ezt hogy kell szakszerűen levenni? De amúgy nekem miért nem úgy néz ki a vizém, mint nektek? Hát ki ége? Nő vagy. Wow. Hát de is. Attól függetlenül. Megmaradt azt a... Megmaradt az extended magom. Maga szélben a szélsebb. Na. Ez az. Tehát most felveszed a policájos genyót, azt akkor megfogod, idejössz, visszaveszed. Ájj, policáj, visszaveszed. Ó, egyes játékosokat nem bírok. Én úgy kerültem ide, hogy na, Dani említett is azóta, amióta tudok néznek, mert megtetszett. Na, örülök neki. Most is csak azért vagyunk ennyi, mert Dani nem streamel, szerintem. Mert amikor ő streamel, akkor általában ott vagytok. Matula, az a kérdés én tőlem, hogy hogy-hogy... Tékely szélet a nevem. Hát azért, mert megtette. Miért ne? Asztalnok Robertnek köszön a feliratkozást. Segíteni leszedni a sapkámat? Ó, köszönöm. Szívesen mástól is. Szépen beszéljenek. Van az LSBD-nek Charlie-ja? By the way. Van, hogy nem, so, jobb mint az idóás. Annak az izére állsz föl korlátjára, azt hiszem, hogy annak a szarjára, azt onnan le lehet lőni. Nem, nem lagol. Igen, igen. Kett. Nem lagol. Na, fel is megyek.
éneklek egy sort. Húzják ki, én nagy kaliber van. Egy barátom kapott 10 000 közé? Na. És még lehet nyúlszattuk. Oké, nem felejtem. Hol az esély? Jó, addig elmegyek inni, hozni. Így eskü nem használom, nézd. Pill. A sokkolóval vagyok és többet ölök, mint itt összesen. Ma tud, ahogy lehet, ezért privát barát. Lesokkolom és széttaposom. Csatlakozni a DC-mre, jó? Úgyre jól néz ki. De ahogy is mi profit mi? Jó, hát nem az övöké. Figyeld meg, céges. Ki lesz az első a kéző. Szerintem még egyfőn a legelsőnek küldi majd a csárból. Jó, van egy érzés. Louis. Benézem a Charlie-t, majd jövök. Louis. Igen? Mondták már, hogy balfasz vagy. Miért? Mert balfasz az vagy. Kolléga, amit várhatod, tovább panaszad is. Ne próbáljunk ki egy autót. Kolléga. Elvágjam a torkodat így. Kolléga. Jaj, rossz embert ütöttél. Már lettem lévő kolléga. Bocsánat. Nem hallom magát. Hát ki van ebbe a bohóc kalapba, hát? Én. Vedd már le. Minek? Azt hiszi, hogy menjél. Hát azért, mert nem vagy bohóc, érted? Hát tök jó. Hagyjad már, halász. Vedd már le. Ezektől az emberektől inkább így meghalni van kedvem. Na jó, csak vicceltem. Matula a legjobb videós. Nem vettem be semmit. Jól RP-zel, köszönöm. Osztok! Osztok óra! Még egyszer valaki meg, itt lelövöm. Az igen, milyen szartuk. Ugye? Na, lehet újraéleszteni. Próba. Várjál! Írok is. Próba? Azt nem úgy kell kezdeni. Mondjunk el egy imádkozatot. Várjál! 30 mágas kompresszió. Kompresszió, ezt a két belépés. De a golyóálló mellényemet nyomkodja. De figyelj már! Az megvan. Adrenalinos kúp nincs, bocsi. Várjál, azt nem lehetne hasra fordítani az urat. Mi ez a ruha? Hasra nem lehet fordítani, aha. Szólt kollega? Nem, csak a kisebb... Jaj, maszki. Üsve még egyszer. Amit a parancsra várunk, azért ne próbáljunk ki valamelyik szolgálati gépjárművet. Kipróbálhatjuk? Szerintem igen. Akkor hozzon egy jeepet, nézzük. Rámba. Hit me baby one more time. Csak ne engem! Meg... Kira? Cuccok megmaradtak önkorinál? Hát elvileg majd átlesznek hozzá. Akkor gondolom nem baj, kivettem raktárból itt egy izét, pisztolyt, ez kész. Nem, mert én a riotot. Az elvileg ugyanilyen, mint az épszat elvileg csúszik. Igen. Hát... Vagy nem, nem. Ez papa. Biztos, hogy nem olyan, mert ez lehetett. Az alapból jobb. Ez BMW, ez meg Jeep. Ez az Elsa jobb. De így azt mondták, hogy rossz, mert az agyit jön ilyen. Kellett. Hát az, ami picit lomha. Lassú? Hát lassan kanyarodik. Magas a súlypontja. Hát egy ekkor autónak is gondolt. Hát jogos. Lesz PS, csak várunk, fingom sincs, hogy mire. Parancsra. Nem tudom. Lett ide átrakva. Tehát, hogy... Kijavítanálak, mindenki is átletvé a rendőrséghez. Ja, ó, várjál, lesz PID is meg. Aha. Aha. Na jó. Mi van túl a hely? Én jeepet vezetek, csak most azért mondom. Csinálunk egy selfie-t. Lassan áramot fogok vezetni, nem autót. Csinálom. Ó, pont nem vagy benne, gyere már kicsit arra. Jó van, most nem írok vissza. Úgy. Most kivizet megnézem, milyen lett. Á, nagyon jó. Még egyet. Király. Hopp.
Jó, kész. Kirakom Instára. Ó, nem bírom átcserélni, mert meg kell csinálnom. Nem működik a bankom, mennyi pénzem van? Már be se tudok lépni. 350 ezer, de szar! Remélem egyszer elálljunk. Még ha érdekel. 149 ezer. Jézusom, látom az ATM-et, de furcsa! Rendes meglepődtem, hogy mi a fasz adott. Ez jobb húzál van. Elnézést, tudom, ön a helikopterbe lesz? Én? Igen. Nem tudom. Én azt tudom. Miért van magán egy törnyi? Hát, az kérlek szépen... Jobban. Nem, az egy táska, amiben az EU készítemet tartom, mivel én szoktam általában ellátni azokat, akik ütköznek üldözés során, hogy ne legyenek halál szép. Remélhetőleg nagyon jó. Na, 10-es rádión fönt van mindenki. 10-es rádión. Az maga jelenlézi. Köszönöm szépen. Miért kell? Ide van írva a nevem. Hogy nem tudom, miért kell 10-es. Mindegy, most már 10-esen leszünk. Nem baj, 2-es is mehetünk, mert most mindenki. Jó, mindenki tud menni 2-es. 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 Ez furcsa lesz most ezt megszokni, esküszöm. Csönet kérnék a teremben. Amúgy örülnék, nem most próbálgatnák az autókat. Akkor mindenki visszakapja a passzát? Nem kapja vissza most senki. Majd utána nem lesz meg. Majd utána. Most mindenki marad ahogy. Legyen készen. Elrakom. Én már kész vagyok teljesen. Amúgy nem tudom, mennyi idő múlva tervezünk mindenki, mert akkor még kimennék cigizni. Kint vagyunk, hova mész ki? Minden tesz a számára? Fejbe! Fejbe! Hát de akkor is kint. Hogy lehet fejbe cigizni? Én is értem. Beledugod a füledbe és... Hát de ha rágondolsz, én is. Hát de ha közben cigizni, akkor rágondolsz, nem? Nem vagyok dohány, és nem tudom. Most is rágyújtasz. Elnézést! Elnézést! Tamás, hogy kívánok! Tessék! Nem halljuk magát. Miért nem hallanak? Nem beszélsz. Aj, légy, dudáljatok. Azt el lett basz. Hopp, az EU készletet lehet vinni. Megyek is. Nem, mit? Senki. Nem. Csavarják le. Hát. De miért itt állok elnézni? Nem tudom, amúgy. Egy fotelharc. Mit kell beírni, te? Majd kiabáljanak már, köszönöm. Rá! Nem a horgá. Hát, kérjön bele. Hogy lesz? 226 ezer kán van. Motorozni. James, akkor gyors felosztod a csapatot megint. Százas tudod, hogy azt mondja, hogy ugyanúgy. Tartom. Biztosan nem fogadok. Jó, srácok, mi? Senki se kérdezte egyébként, nem tudom, hogy jöttök. Med. Nem vagyok ideges, még. Jó, nagyon jó. Aki ki lett osztva, azok párokba álljanak föl, és jöjjenek ki a sorba, jó? Aki még nincs beosztva, az maradjon csak. Székely Szilárdról nem található. Székely Szilárdról itt sétál. Mellette. Ah, hát szint. Hát pedig akkor én egyedül maradok. De várjunk már nekem. Van. Ott van? Ja, azt nincs itt, bocsánat. Én meg azzal az úriemberrel voltam a szemüvegessel, nem mindegy, akkor meg kell egyedül a zsippel. Gyere, he, ide a víz... Gyere, he. De ti zsippbe... Mondjad, csinom. Veled voltam. Nem, mert én a riadban megyek székhez. Csinom, de gyere. Ne variálja, ne variálja, ne variálja, jó? Ötten megyünk el ide. Rajta, te ülsz a Magic Man-én meg káva. Akkor nem mindenki visszakapja a való szinteit? Elnézést, megpróbáltam jobban összeszedni a csapatot. Uram. Tessék. Megpróbáltam jobban összeszedni a csapatot, mert szó... még pár emberről lehet, mint nem nyilván tisztában a pozíciójával. Szerintem azt meg kéne állítani. Akkor párokba álljunk már föl, legyen ez szíves mindenki, folyan és ne rohangáljunk. Gyere, fogjuk meg! Miért melyeket? Nem? Miért nem lehet hallani? Mindenki hallott eddig? Látom, hogy beszél, de semmi. Akkor magánál van a gond. Nála van a gond valami. Na, fogtam a kezedet.
Hogy én nem hallom a többieket? Igen, nem tudják, hogy mi az, hogy párba beáll. Nem, a helyébe. Álljon már be, tényleg párba mindenki. Ketten van. Ezek miért ilyen bolondok, mint egy csürkban. Most ugyanezt csinálják, csak arrébb áll mindenki. Tudja mindenki, ki mivel, a, melyik autóval megy és hogyan? Pozitív. Én nem pozitív? Hallom. Az a köcsög mit keres fönt a párkányon? Kollega. Igen. Csak én nem hallom a mezőrözörösület. Szerintem igen. Hát ez rádió. Kettes. Kettes, még mindig. Kettes, elnézést, elnézést. Lega. Kitten akartam. A hallja vezérezeres urat? Igen. Vezérezeres, itt vagyok. Már majd mindjárt visszajövök. Kettes rádió kéne lenni. Hát, akkor vehet lejjebb. De akkor se. De miért nem hallják? Nem tudom, ő nem hall engem. Mindjárt megvárjuk, hogy visszajön, kiveszi az autókat, és akkor indulunk. Jó, akkor. Meg jó lenne, hogy az a... Nem tudom, ki volt fönn a párkányon, az is lejönne még. Én voltam, de nem tudom, hogy miért, mert én lent álltam végig. Van kajád? El kéne szállni, az megszállni. Nem is jó, mert... Hát, hát, neked az emberek elnézést. Akkor neked is van. Van, csak olyan jó sem ezek már. Ennem is kell. Á, én nemrég voltam kórházban, nincs pro... Jól látom ott a kupak tanácsot, a rendőrség előtt egyébként, kint a főúton. Aha! Út közepén. Könyvolvasó klubja nyílt ott. Persze, gondolom. Elnézést, kikapcsolnám magát a lehet, köszönöm. Ez csúnya. Amúgy többet kéne itt lennem. Igen. Biztos hát, mindenki szeret. Na jó, visszakapcsolom, álljon. Na, meg is van, bekapcsoltam. Na. És akkor most van egy ilyen, egy perc semmi. Erik lehet útba leszel. Tehát ha kikapcsolom és úgy... Sejpe fog megtörtént a cigi szünet. Na jó, ne vegyen ki senki autót, intézek mindent. Most lesz az, hogy egymást kiírítek. Akkor mindenki üljön be autóba, tudja mindenki melyik autóval megy, és akkor álljunk egy kicsit kiebb, jó? És akkor hozom a többi autót is. Kicsit sem feltűnő, amit csinálnak, nem? Ott? Charlie felszáll. Akkor legalább lennének a pusok és valamelyik házon felül. Check James, a levetetes, 10 volt. Köszönséget. Egy óra biztos lesz szerintem, vagy más, egy fél óra, nem tudom. Persze. Autónal jöjjön vissza a Dodge, és akkor álljunk be a konvojba. Ki a felelős a govér? Riatalú anyóson vállaljam? Pozitív, legyen szíves. A govszobában most már belelátok, hogy bevettek a cél-re. Nem tudok figyelni rabszállít, vagy pénzszállítást, bocsánat. Pozitív, azon vagyunk. Nem akarunk babolni, hogy le van zárva a rendőrség területe, mert elég sok kocsi. Már csinálom. Ah, köszönöm, jó.
Fejtség indulhat, vagy várjunk még? Várjunk egy picit. Aki gobol, az most már látja a gob szobát? Pozitív, látom. Jó, rendben, akkor goboljon egyet, hogy elindul a gombol, és akkor indulhatunk is. Hanyasbongnál kezdünk. Az első brabusz tudja az útvonalat? Szeptisztáz, onnan vagy gyorsaságra, vagy úgy a védelemre. Fog, menjen, addig csak nagyon light-os tempóba induljunk. Én nagyon lehagyta őket. Körül nézetet őkön. Majdnem túlszaladtam. Jó van az, nem baj. Ide jövünk, ugye elsőnek? Persze, persze, de az egyes talasson rá. Az lesz. A hátsó sikát az zárják, nem onnan ránk tudnak kerülni. Kérdő, a jeep az jöjjön vissza. Ente egy tolcsó sikát adott. Álljuk el az utat. Zárjon be a tolcsó fejére. Egyik jeepes menjen segíteni pakolni. Biztosítva van benn? Írjátok már le, hogy a doboznak mi a izéje. Box. Mi az E? Box. Egy üres dobot kiveszek, jó? Szépen leteszem ide. Megpakoljuk ezt egy pár köteggel. Pár száz dolcsival. Jó, ha sikeresen teli van, akkor becsukom a tetejét a doboznak. Szép óvatosan elviszem, szépen. Tudom itt a teli dobozkest. Szépen az egyes fiókat kinyitom, szépen kihúzom. Köteg. Jó, a teli doboz szépen behelyezem ide. Így is van, kiveszek egy teljesen üres doboz belőle. Hozom az üres doboz. Ide is legyél ma. Behelyezem szépen. Na, de is rakjuk egy párat akkor. Jó, lezárom itt a két dobozt. És ráírom a 3 és 4-et. Egy dobozt kell vinnünk? itt a következő utcánál áll 2 vagy 3 autó. Az üres dobozt lehelyezem szépen. Megpakolom a maradék kessel ittem. Charlie egység mondta? Egy kötek pénz. 2, 3, 4, 5. Jó, megtelt a doboz szép. Szilárd úr, mennyit kell még pakolni? De várjon már, itt tudjátok, tudják mi a kérdekes uraim? Én azt hittem, hogy ma mi hamis bankjegyeket fogunk szállítani. Egy lila alfa és egy kétű csíp. Hát én nem és, tudom. És nem is pénzszállítás. Már mint pénz, csak... Én csak beugrani vagyok. Beugrós vagyok. Úgyhogy minnyi érdeklődöm. Igen, jó, itt is... Félre vagyok érdeklődöm. Hát akkor még visszak egy dobozzal. Hát egyet hozzam. Vigyünk akkor még egyet. Kolás majd lesz közben berakom, leiktatva, vagy... Berakom szépen a dobozt. Bírjuk el. Jön vissza a jeep tűzparancs aktív. Merre jön jeep, merre jön. Tudna ismételni a kérdés? Tankolás lesz-e beiktatva? Pozitív, tankolás lesz beiktatva. Vettem. További kérdésem. Megvagyom. A Riot vezető, hogy hány dobozt pakolunk bele? Eddig mennyit pakoltak be? Egy tízet. Két kört. Tizet bepakoltunk. Tizet. Igen. Hát, hogy az előírások szerint 10 dobozt kell bepakolnunk. Ha beszélve az intézmény vezetőre. Igen, valamit tegyünk bele, valami tizet, hogy benne van, vagy... Pozitív, tegyünk bele. Ó, van nálam 20 kötszer, akkor teszek be. Jó, akkor azt legyen füles. Semmit nem kell bele. Jó, benn van a doboz, bepakolták, álljunk vissza a konvojba és induljunk. Akkor jó! Jaj! Különállt benne egy kék sirok.
Eldöntetnék egyébként, hogy ki az akcióparancsnok. Hát nem tudom én se, az a baj. Én még itt a PD-seket nem annyira ismerem, hogy ki még hogy. Tankon, most jelezze, vagy hallgasson előtt. Benzinnál jól áll a Riot? Hát mennyit megyünk még, attól függ. 63 százalékon vagyok. Tudja az útvonalat, vagy esetleg bejelölje? Nem tudom az útvonalat. Azért a konvojt is várják meg. Én ezt nem tudom mi ez az autó, de ez nagyon lassan megy. Előttünk lévő? Nem, a mi autónk. Ja, hát kicsit páncélozott, azt tegyük hozzá. Jó, de volt ilyen autónk, és amióta... Hát nem tudom, valahogy lassabb vagy, nem tudom. Voltak bajok. Következő bank területe, nem, lefordult egy kék M5 sikátorba. Gondolom, akkor itt is 10 dobozkál az előírás. Hát legyen 10. 10 doboz fogunk felpakolni. Nagyon jó. Láttuk az egyiket bemenni, aztán megijedt, mert ott voltunk. És itt a motorok gyülekezett. Maradék. Kiveszek egy üres dobozt? Üres doboz kiveszem. Ez így útra, ami közel van hozzánk, tankoló? Szerintem. Van kegyeket. Vonulni a konvojjal. Jó, még. Itt lehet jobb lenni, hogy itt a... Jól lezárom a két dobozt, és rájöttem, hogy egy és kettő. Ilyen is fél. Nem. Kiúzom, fiú vagy szépen, leteszem a dobozt föl. Elkezdtem megbólni szépen kötek pénzekkel. Leajolok, kinyitom a dobozt. Lehet jobb lenni a te... Elkezdem pakolni a szépen, lezárom a dobozt. Felcinkézem, hármas számot rájön. Az egyik sikátorba itt áll egy motoros. Pakolom, egy, kettő, három, négy. Köteget. Ha megtelt a doboz, akkor szépen. Ajánlom a tengerparti benzinkutat lent a doróitteremben szemben, az nagyobb. Jó, kihúzom a fiókot, elkezdek belepakolni a két dobozba. A motorosok a benzinkután vannak. Majd figyelmeztetőt. Akár így se. Én úgy tudtam, hogy fekete pénzt berakom szépen ide a csomagtartóba. A teli doboz. Igen. Megkipukolom a következő fiókba szépen a pénzt, a dobozba, még meg nem telik. Ráírom a 7-es számot. Visszaveszem a dobozt. Jó. Kinyitom a dobozt. Behelyezem a pénzkötegeket. Kapott egy figyelmeztetőt. Akkor még mi viszünk kettő cilárdul is meg. Értettem, értettem. A bankból jó, kintom a fiókat. Berakom szépen. Megkezdem először a sajátomba pakolánc. Maradék még akkor hármat hoznak, ugye? Szenedja. Pontosan. Igen, így meg vagy. Jó. Hozom itt a teli dobozt. Bezárom a két dobozt, az zsa. 9-10. Jó, behelyezem gyorsan mellé ezt a pár köteget, vagy a dobozt, így is van. Meg vagyunk, vegyük vissza az alakzatot. Jó, ha megvannak, zárom az ajtót. Be is raktam. Én is behelyeztem. 10-es dobozt. Nem, tankolni. Meg vagyunk. Doboz melletti benzinkutó, megyünk tankolni. Itt arra mindenki figyeljen. Úgy látom, hibás. Tényleg ne legyen égő. Govoljam azt, hogy 6-os bankhoz megyünk, vagy azt nem. Mert akkor még, még. Akkor egyelőre a benzinkutat nem govol. Kérek mindenkit, hogy nagyon figyeljünk majd.
kollega kérem, néni. Enni való telefogadok. Nem, nem adok. Te hallanak a kollégák a túloldalt? Pozitív, igen. Jó, hangosan próbálok beszélni. Most pénzszállításunk van? Saját pénzünk? Vagy... Igen. Én úgy tudtam, hogy fekete pénzt szállítunk le. Én is. Negatív, ezt valaki elkezdte terjeszteni. Normális pénzt szállítunk. Ez kellemetlen. Én úgy is készültem fel lelkileg. Na mindegy. Aztán kész. Ez egy csúnya lenne a bankból fekete pénzt. Hát nem egy tudom, azt sem. Lőttünk a motorossal. Egy kék, talán alfá lőttünk legalább. Ez egy BMW. Gobolni kellene. Kéne egy kézzel. A hatos bankra. Charlie egység megkérdez engedélyt arra, hogy előre menjen és megint körülnézzen a bank környékén. Jó, megadva. Tízni. Hát ha nem is adják le, akkor majd... Nem tudom. Nem. Igen, pénzes táskát kellene leadolni. Egy motor és kettő autó kifordult a publikból, a bank elé hajt a motoros. Azért keres között tűzpárcsak ki. A lépcső szélihez álljon, mert kicsit gyorsabban tűnik. Úgyhogy indul megnézni, hogy kell trokat. Viszont egy üres doboz, hát mi van? Elmentek a felső utcába. Kiveszek egy dobozt. Ciao Benny, hello. Na még egyet. Jó, bezárom. Vihetjük. Na, kiúzom ki fiókot szépen. Elkezdem bepakolni a dobozba szépen a köteg pénzeket. Jó, itt maradt az asztalon egy pár köteg dollár. Bezárom rá. Kinyitott dobozba, szépen belepakolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 köteget. Jó, megtelt, akkor szépen összecsúpom és indítom. Hogy vagy főnök? Jól vagyok, köszönöm. Jó, kinyitom a ajtót, beteljezem a teli dobozt, és kiveszek egy üres dobozt. Megkérdez engedélyt, hogy előre menjen, és az ötös bank körüli sikátorokat átnézze, ha esetleg ott bujkálna valaki. Kis. Beteszem dobozt a földre, kiúzom 3-as jó. Nemzeti bankhoz megyünk, nem 5-öshez. Belepakadok a kötek pénzt, okay. Szépen. Akkor... Pakolom szépen bele, 10-20-30, 40-50-60, jó, megvan. Már nem akkor egy figyelmeztetőt leadtunk. Összecsomagoltam, hozom a teli dolgozt, akkor önök hoznak még, akkor... Igen, pontosan. Igen, ahogy maga beteszi, az lesz a 8. és akkor még ők hoznak 2-t, akkor megvan 10.
fegyvert elővennék a kollega helyébe, megy már nagy lövdőz, lőd. Ajaj. Szégyen, jó, amíg berakom a pénz gyorsan. Kérdem, nyugodjon meg. Jó, kinyitom az ajtót, berakom a telédobozt. Jó, be is csukom az ajtót, megvárom, hogy a kollégák jöjjenek. Siessenek, mert már egy lövöldre megy. Ajaj. Gyorsan kinyitom az ajtót, bedobjuk itt a két dobozt. Bezárjuk az ajtót. Jó. Akkor be is szállunk gyorsan, zárjuk az ajtókat, központi zár. Egy külső helikopter is van. Jó, meg vagyunk, a pénzeket bekapoltuk. Hol vissza az alakzatot? Pozitív, mi intézik a koptát? Nemzeti bank következik? Pozitív. Igen, hogy a helikopter hagyja el a... Lőnek ránk. Tűzparancs aktív? Igen, pozitív, persze. Ott a dűzhoz volt. Csak egy tipp, hogy felőslegesen ne harcoljatok szerintem, mert fontos a heli. A lőszerre is nagyon figyeljünk. Heli is lőtt ránk, és mi is lőttünk rá, de inkább lejöttünk. Miért van olyan érzés, hogy lehet lesznek bent a nemzetibe? Egy pár kollégát fegyverre bemehetne megnézni a nemzetit. A kollégának van egy érzése. Nyitom az ajtót. Mögöttünk lévő public bot a gamer cédesz, amire lőttünk. Lőtt mindenki. Három autó van a public bot. Igen, nézek. Senki? Hát ilyen tisztán. Világítók voltak benne, azok szerintem nem lényegesek. Jó, akkor hozzuk a dobozokat. Kezdnek, gyülekeznek, gyülekeznek. Azt még várják meg, az még kívül van az 500 méteren. Hát igen. Na egy üres doboz, kiveszek szépen. Én is kiveszek ennyit. De már szerintem megint indulnak. Én is kiveszek ennyit. Hát ahogy belépnek 500 méteres, lehet lőni őket. Kerekeket. Kékek gyülekeznek. Itt szedjük? Vagy honnan? Ajaj. Vagy fentről is lehet. Fent? Honnan? Nem hát tudom. Hát de azt ki kell nyitnunk az ajtót. A bank területét, mindenki jöjjön vissza. Jöjjön Szilárdú. Indulunk, értettem. Nem. Ja, majd Magdi adjunk, kiadják. Akkor kiadják nekünk. Hó van, szépen. Jó, akkor itt négy dobozt adnánk Magdi néni, ezt meg kéne gyorsan pakolni. Itt a dobozokat beadjuk. Majd fölött átdobja. Az is jó, valahogy. De ha nincs is Magdi néni, jó nekünk Bözsi is, aki tegnap volt. Mindegy, valaki néni. Lövöldöznek. Valaki néni. Ne menjünk el az állami területre. Figyeljen, csak addig pakolja, ameddig rá tudja tenni a tetőt. Így van, így van, így van. Nem kell nekünk kergetni őket. Ha ide jönnek, azért ennyire nem érünk fel, csókolom. Nem kell kergetni, három utcával lejjebb. Aki lő, észak felől. Ez is csókolom, 2000 kártyát, hogy haladunk még van. Na jó, adja ide, az már elég lesz, jó? Köszönöm, adja. Így is van, köszönöm. Mikor is tüzet nyitottak ránk. Lőnek ránk, a csátiból lőnek. Úgy, szerintem balhé van már. Kimenjünk? Hát a helikopterból kezdve. Nézzünk ki, óvatosan. Mayday, mayday. Új. Mayday. Kinyitom itt az ajtót, gyorsan bebaszom az ajtót. Jó, hogy én is innen bedobom. Jó. Kéne szállunk, mert szét fogják lőni, füstölünk. Na jöhet a kövi Magdi néni. Na Magdi néni, hoztam a következő dobozt, ezt is beadom magának. Így van. Annyira nem érünk rá sajnos. És én már gyorsabban pakolni ezeket a köteget. Figyeljen, ameddig mi kimentünk, maga simán előkészítette volna a kötegeket. Igen. Igen, 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 igen. Hát és csak üljenek be valamelyik. Na, adja, jó lesz az, adja, köszönöm. Motorosok a publiknál lőhető? Vagy ez... Nem? Negatív, messze van. Messze van, negatív. Jó, most adtunk be mennyit, kollégák? Négyet, most hármat. Négyet, meg három a szét. Jó. Nyitom gyorsan itt az ajtót. Berakom gyorsan a dobozt. Hozok egy másik dobozt. Jaj. Úristen, utána készüljünk. Sikátorban mi vagyunk. Na Magdi néni, itt az utolsó doboz. Na utolsó kör, aztán megcsinálni. Beadom itt a dobozt ezen a kis... Beadom a dobozt.
Üptüzet nyitott. Nem tudom Magdeminének mennyire jó a füle, de kint lövöldözés van, úgyhogy kicsit sietni kéne ezekkel a... Én értem, hogy fél, de maga itt biztonságban van. Mi az, hogy elfogyott? Hát menjen hátra, azt ott van a nagy... Szépbe, hát most ne vicceljen már. Tetőn nem vannak az ellenségek, ugye? Igen. 55%, hogy meglett a pénz. Szavazzunk! Na jó, köszönöm Magdi néni, elég lesz. Jó lesz, jöjjön. Szépen köszönöm. Jó, gyorsan kinyitom utolsó három dobozt, be fogjuk rakni. Így is van, beraktam. Beraktam, én is. Zárhatja szívem. Jó, zárom az ajtót, gyorsan beülök. Jöjjön vissza, szerintem jó, a lehetszédet. Szép zon, fasza. Jó, akkor megyek vissza az alakzatot. Összesen hány doboz van, akkor benne 40 darab? Hát, igen, és innen még 5-ös van. Elmegyünk, elnézést. Vagyok, megyünk lefelé. Célt a Shiroki. Akcióparancsok, menjünk az 5-ös bankra, vagy térjünk is a rendőrségre. 5-ös bank. Kört. Akkor sem mozdul, mindig ott marad a helyén. A sárga tetőre sarkó helikopter szállt le. Fölvegyük a motereket. Jaj. Jól a helikopter, szálljunk ki. Kiszálljunk? Szálljunk. Jó, ha nincs... Ihalja, csuhalja! Jó, ki fogok szállni. Kiszállok. Motel melletti úton is van. Jó, kinyitom gyorsan. Kiveszek egy üres dobozt. Úristen! Kérem, mit már. Egy, megvan. Kinyitom a dobozt szépen. Belepakolom nagyon gyorsan a készpénzt, mert már nagyon durvul a helyzet. Jó. 1, 2, 3, 4. Egyik kerekünket kilőtték. Jó, teli van. Sikátorban mi vagyunk itt a... Jó, kinyitom gyorsan itt a... Helikopteres, nem szálltak fel. Bejárat itt. Jó, gyorsan berakom a pénzt. Egy tető. Kiveszek egy üres dobot. A hotel fölötti tető. A Nemzeti Banki. Bezárom a dobozt, azt viszem. Eddig két doboz. Mhm. Ajaj. Jajaj. Kinyitom a dobozt, szépen belepakolom gyorsan a pénzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8, 9, 10. Macska. Három doboz már megvan. Jó, megvan ez a doboz is. Megy be a negyedik. Jó, legugolok ide szépen, elkezdem pakolni. Oldalra is figyeljünk. Kinyitom az ajtót, gyorsan berakom a pénzes dobozt, utána kiveszek egy tiszta üreset. Tárom itt szépen a dobozt. Megvan az öt doboz. Jó, tényleg a hatos számot. Öt. Ja igen. Sarkon óvatosan lábon ne lőjenek. Szépen kinyitom. Kinyitom megint a dobozt, szépen bele dakalom, rakom ugye bár a... Az, hogy van, meg van pakolva? Nem, még nincs. Jó, gyorsan, de legokvalak elkezdem pakolászni. Megpakolom szépen a teri dobozt, így is van. Dobozba. Enyém lesz a hetedik. Jó, ide a kollégámnak is pakolok a dobozába. Egy kell köszönöm még, jó? Szépen, jó, lezárom a hozom két dobozt, azt mehetünk. Nem, még egy. Szépen berakom a pénzt. Úristen, úristen! Még egy doboz kell. Vigyázzanak. Jó, bedobom gyors innen, doboz nyitott. Jó. Azt a doboz szépen kinyitom.
Most már nagyon gyorsan bedobálom innen, innen is, az asztalról is, a maradék összes köteget, becsukom. Pozitív. Jó. Pozitív. Pozitív. Gyékileg mit? Gyorsan bedobom, gyorsan, a pénzet, úgy, jó, becsukom az ajtót, gyorsba. Perc, óvatosan ott vannak. Pénzzel meg vagyunk. Kocsi. Vegyük vissza, vissza azonnal. Mercedes jöjjön értem vissza. Központi zár, zárva. Ebbe gyorsan. Megvan a pénz. Ez speedy akkor én. Hozzátok, vegyünk vissza, és indulunk rögtön. A golf mehet vagy, éve nem tudom. Mehet a golf, igen. Mercedesbe beülök. A sofőrnek innia kell egy pillanat. Siroki közelít. Gyerünk, amilyen gyorsan sok tudunk menni. Hát, úgy próbáljuk meglassítani őket. Sérült vagy elesett kollega? Meglőtték az autónkat! Konvoj hátulja leszakadt. Szép volt, a sofőr kiszedted, igen. Kilőtték a kerükünket! Indulok! Lőttem a motorról, lelőttem a motorról. Ne lőjék szét, ne lőjék! Vagy de! Kapta halat. Már halott? És itt lesz buli bepakolni. Azt a kurva. De ki nem szállok, amíg itt lőnek? Várjon! Ott van! Ez halott, ne lőjék! Ugeci. Jó, nyitom az ajtót, kollega, kezdjük el pakolni. Összesen hány doboz van, hölgyem? 50. Jó, akkor egy dobot kiveszek. Jó, egy dobozt én is kiveszek. Jó, nagyon számoljuk, nehogy bent maradjon egy. Csak nem. Nem, elesett egy kollega. 14 hol? És valahova kérnek? Publiki saroknál. Hova rakjuk a pénzt? Van kollega elesett is, be tudják... Ez egy felettem jó kérdés. A raktárba gondolom. Hát valószínűleg oda kéne. Hozzuk. Jó, szépen ide lerakom a dobozt. Jó, én így is. Szuper, mehetünk. Kettő doboz megvan. Már csak 48 van. Így van. Ha vissza tudsz jönni, meg vagy? Aha, megyek. Ki megy? Jó, jó. A PD melletti hídon, a másik hídon, a messzebbik lévő hídon vannak a fehér BMW-vel. Olyan kényelmesen megyünk, mint hogyha nem sietnénk. Mint ha rájárnénk. Jó, kiveszem a másik dobozt, addig becsukom az ajtót. Csak nem akarok elesni, tudja a nagy izé pénzkötegekkel. Hát igen, igen. Még azt összeszedni. Főleg, hogyha Marika néni az én egy félelmében nem is jól kötegelte. Hát igen. Egy dobozzal többet is hozhattunk volna. Hoztuk a sérültet, itt vagyunk Piti parkon belül. Jó, ideál. Két doboz mellé. Lerakom. Már is jövök, hozom be. Na, menj csak 46. Nagyon jó. Kinyitom itt az ajtót, kiveszek motoros egy dobozt. Jó, kiveszek én is egy dobozt. Vagy behajtom az ajtót. Gyűlt merre? Futás! Gyűjjön, kollega. Megyünk. Kollega, szálljunk be. Nagyon viccesen szaladunk. Mind a két kollega az autómban lelőtték, mind a kettőt. Jó, ide rárakom a dobozat tetejére. Kettő kollega elesett a Mercedes GT-ben. Gyorsan, vigyázz a hobbi válságra. Ide teszem a többit. Megy 44. Térjen vissza inkább. Pontosan nem is értem, hogy
kapitányságon kívül miért megyünk bele 10 pár bajba, de teljesen mindegy. Jó, kinyitom az ajtót, gyorsan kiveszek még egy telédobozt. Én is kiveszek egyet, be is hajtom utána az ajtót szépen. Lex. Ki tudja visszajönni, hozok kettő sebesültet, nem tudom, egyiket fejbe lőtték, az biztos. Jaj, ide leteszem. Túl, lassan már, gyülekeznek. ET-be vannak ketten, kettő halott is. 10, egy pillanat is ellek. Kollega elhunyt, fejbe lőtték. Ezt nem értem én is egyébként. Én oké, nyitom az ajtót, kiveszek még egyszer, de én is kiveszek egyet, behajtom. Fejbe lőtték, egyik ők sincs életben. Összesen 10. Mhm, az a tizedik, ez a kettő a tizedik. Hát akkor még van. 40. Úristen, azért segített benne. Hát igen, nem is értem, miért ez így. Motoros. Hamarabb beraknánk, hamarabb lefújnánk. Hát persze. Kötszer valakinek esetleg? Jó, hát lassan már nem érem félte kötegeknek az etejét. Hát már mellé teszem majd. Következő az mellé megy. Rohangáljunk valami fedezéket, keressen mindenki magának. Jaj, úgy szalad, mint a beszart volna. Ez jó volt. Még 40 van bent. Jó, kinyitom az ajtót, kiveszek még egy teli dobozt. Kiveszek én is egy dobozt, de be is csukom egyúttal. Sziasztok, hello, hello mindenkinek! Nem érem fel az időt, de elkezdem mellé lerakosgatni. Én ráteszem, amit előbb a hölgy letett. Így is van, szépen. És hova megy? Mondjad, mi van nincses? Nem kellene elmenni. Miért megyünk el? Sikátorba. Itt volt előbb egy fehér Mercedes. Oké, nyitom az ajtót, kiveszem a következő dobozt. Édes Krisztus, mennyi van mi? Kiveszem én is, utána be is hajtom. Na? Hol vannak? Vagyunk a parkolóház melletti kereszteződésnél. Jó, itt a lerakom. Az előző lerakott két dobozra őt. Kezünk. Leteszem én is szépen, így van. Az ajtót kiveszem a következő teri dobozt, az életben nem fognak elfogyni ezek a dobozok. Én is kiveszem a dobozt, be is hajtom. Hú, már kezdek fáradni. Hát ezzel nincs egyedül a kolléga. Szaladgálunk itt, mint gólyakos a levegőben. Jó. De legalább lesz fizetésünk. Kanyadik doboz ez a kettővel? Ez a 16. Jó, leteszem ide, most már ez is kezd púposodni. Hát igen. Na, lassan ehhez is törpe vagyok. Ehhez is? Lőnek, erősítés kérünk. Jó, kinyitom az ajtót, kiveszem a következőt. Én is kiveszem egyet, egyúttal be is hajtom. Nyitottak ránk. Kezünk. Egy ember volt a titánban. Na, még ha lábúj helyre állok, akkor de talán fel tudom rakni. Én felugrok. Igen, jó. Fel is sakom ide. Álljanak belé. Mentek publik felé. Jó, kinyitom az ajtót, kiveszem a következő teli dobozt. Te jesszus Mária, meg mindegy 30-an van. Ó, be is csukom az ajtót. És abban minden sérült kollégát kocsikba elkövetőket, kocsikba vissza PD. Kollégákat bent ellátom, hol jön. Mennyi dobozunk van még? 30, ugye? Aha, most hoztuk be a 20-at. Szépen a 20. doboz, szépen. Lassan nem férünk ide. Lehet lassan nem. Valóban máshova, vagy nem tudom. Harminc van még. Jó, kinyitom az ajtót, kiveszem a... nem, sokadik doboz, más tudom, hanyadikat. Kiveszek én is egy dobozt.
És be is csukom egyúttal. De aki elérhető kollega, az nyugodtan segíthetne. Kérült kollégákat kérem hozzák a PD előterébe, hogy én ellátom. Jó, oké, még itt van, még itt hely. Van, hát jó, még van, a plafonig érhet igazából. Hát simán. Még kolléga felrakja, mert én oda már nem érek fel. Hát majd a tartak ki ilyen bakot, jó? És akkor megpróbáljuk. Kettő ember is lükött. Kinyitom az ajtót, kiveszem a következő dobozt, úgy látom, hogy a kollégák nagyon nyugosan sétálgatnak, ahelyett, hogy segítenének. Lassabban fogy. Jó, kivettem egy dobozt, be is csukom az ajtót. És dobozkát! Atya világ, mennyi dobozunk van. Jó, és legtetejére felteszem ezt a dobozt így. Teli dobozzal, nem tudom, de nem akarom. Hozom, még egy doboz, be is csukom az ajtót. M4-es kollega, jöjjön fel a PD tetejére. Hogy szalad? Hát beszarok, hát, komolyan mondj, mondom. Hát, olyan jó. Mint egy így kizé. Nézem itt a Lelcibe az elkövetőket, segítenek, tarfereznek. Mert akkor mindez szépen a doboz. És felírunk a tetőről, annan tudjuk fezetni. Még nincs vége. Mindenki így szalad? Én nem tudom. Persze, hát. Hát tudja, elkezdtem, aztán ragályos lett lépni. Fenn vagyunk a tetőn, mehet nyugodtan. Érkezem is a tetőre. Kinyitom az ajtót, kiveszem a 20-an sokadik dobozt. Én is kiveszem, csatlakozok. Még mennyi dobozon hátra? Még ezeket lesz a 26-dik, szóval még 24 darab doboz van bent. Szóval segíthetnek, kiveszem a dobozt. Segítsenek! Leteszem a dobozt. A pénz itt van, vigye inkább el! A lábon lőttek szerintem, nem tudom tovább vinni. Lábon lőttek. Felveszem a vállamra, nagyon ültessem be az autóba. Segítsem bekötni a lábot. PD melletti parkolóba. Valamit csinálják, vagy vigyenek be, vagy valamit, de nem tudom tovább. Jó, vigyük be. De fáj a lábam. Fedezem. Fogja meg az urat, fedezem, menjünk be vele. Van kötterem, majd bekötöm, csak nem itt. Rendben, jöjjön itt. Megfogom a vállát, és elkezdtem magam a segíteni. A lábam. Köszönöm a következő dobozt. A hölgyet csak szaladgál, minden nem is tört. Én futkározok. Engem lábon lőttek. Óvatosan, gondolom, engem is lábon lőttek. Te azt a dobozt, amit ott hagytam, azt hozd a kollega. Igen, mindjárt hozom, de most maga élete sokkal fontosabb. Nem, a pénz fontosabb. Nem, maga élete sokkal fontosabb. Jaj. Nem, hát így elkísértem rá, mert nem tud tovább menni. Én nem tud tovább menni. Igen, tudok, megpróbálok. Nagyon vigyázzon. Be is kötöm. Tánok a kockapotri banknál köröznek. Érnek a lezertőletről. Szilárd úr, hol kell pakolni? Oda be a raktárba, már lassan kint van a doboz. Igen. Jobban van, kolléga. Na, még 21. Hát még jó, csak súrolta. Lőnek, lőnek! Ó! Oh. Kettő ember, de lőjenek a PD előtt! Feltett kézzel, szalottak be! Atya! Igen. Kollégát, valaki jöjjön, szálljon be elém! Hol van? Hozzátok a PD előterébe, ellátok! Nem. Hát.
Hány doboz ezt van mondom, még? Hogy lelőnek, te fasz. Még 19. Nem lőttek le, el se találtak, aha, olyan tudod, mennyi múlott? Mennyi? A fejedet lőtték. Hát, mert autista, arra én nem tehetek. El se találtak egyébként. No, hát... innen lezárom. Székely Szilárd úr, jól van, igen. Lábon lőttek, de amúgy igen. Ja. Lábon de... lőtték magát is? Ja, igen, amikor a pénzt pakolta. Hát igen. Ja, ide jöttek be? Nem, ezen nem ide. Ellettje. Nem, kint, amikor kint szedtem a dobozt. Hogy érzi? Ja, átment a golyó, vagy nem ragadt? Elláttam, volt nálam kötszer, csak súrolta. Rámmel. Csak már nem valószínű, hogy ki szeretnék menni így. Kicsikét fáj. Hú. Úgyhogy zárom is a szavazatot, jó? 185-en szavaztatok, és 51%-kal, hála Istennek, sikeres lett a PS. Lehet, hogy még van, mit tudom én, 15 doboz, vagy csak 10, de a PD nyert. 1%-kal. Hála Istennek, nyertünk. Grat. Még van egy kis lövöldözés, ez már pénz azon a miénkbe. Azon hogy ide kérne. Meg kilenc. Ah, meg oda kell, majd átpakolja. Vagy... Nem tudtuk, hova kell. Hallod? Luis, nem megyünk fel az emeletre? Miért? Hát már ott látunk, van egy ilyen nagy üveg, és úgyse szóval. Nem lesz itt semmi. Hát de pont azért, akkor nem tudom. Mindjárt bedobnak egy aknavetőt. Ott, hogy lehet, kollega? Vaaaj... Eltévedt, uram? Szokki, miért sokkolsz? Elnézést, nem volt kibiztosítva egyébként. Na, Magic, van valami? Írom, hogy a szállítás sikeres. Nem szerettem volna. Elnézést, bekötöm a keletkezett sebeket. Mi csinálnak, hogy állod? Ne, nem oda céloztam. A bomba kolléga. Ah, jobban, igen. Megkötöttem a lábam egy picikét. Ez most lehet, ez pici furcsa, ez a szerintem az egyik legfontosabb a kollégáink élete. Zenélete sokkal hát meg fontosabb, a pénz. Mint... Nem, zenélete sokkal fontosabb, mint holmi pénz. Ja, Istenem. A ember élete legfontosabb, ez egyébként. Holnap úgyis kikupálom magam, katona dolog. Hát rendben, de most sokkal rosszabb dolog is történhetett volna. Nem lehet oda segíteni magának, lehet, hogy fejbe is lövik. Hát nem sokan múlt egyébként, az Isten volt velem. Hát majd én. Hát de maga Isten. Jó, hogy én vagy, ja. Hát maga mentett meg, hát igen. Köszönöm szépen. Hát én köszönöm. Jó, mennyit lövés. Vége a pénzszállításnak. Miért lövöd le, ha megállt, nem tartott fegyvert? Igen, én is ezt kérdezem. Sikeres a pénzszállítás, nincs már előre lőni. Tehát lelőni őket. Kilőtte le, vagy miért? Még kicsit betornáztatom a lábamat. Nem akarom, hogy holnap le pénuljon az a jó. Hát ez még jobban járt. Megyük, gyere, vegyünk egy kocsit, nézzünk el. Nekem a combomba csak közepén találták el. Az nem jó. Csontot nem jel, de az izmot a szakította. Akkor ezt vissza kellett kötni. Később el kell mennem volna ez be ez miatt. Na szóljatok, hogy kárizzák, ha? Csáó. Ez miről beszélt? Lőtt őket a faszomba. Minden még akkor nem tudunk meg...
Rendben. Félreértés történt. Tudják menni? Félreértés történt. Rendben. Rendben. Akkor el is menni. Jön velem esetleg megnézni az elesetteket. Ok, szívem. Hányan vannak, azt tudjuk, hány elesett kollega van? Sziasztok, jó itt mindenki. Az autókereskedésnél legalább. Megyek én is szerintem szép lassan. Boldom találom többet. De szerintem az a pénzszállítás az nem volt teljesen sikere. Miért mondja? Akkor lett volna teljesen sikeres, hogyha egy darab kolléga se veszette volna életét. Ez így van. Hát jó, persze. A vaj azért szalám is kenyér is kevés vagy nélkül, nem teljes érted. Miközben van egy emberi élethez a szalám is kenyérhez? Nem tudom. Ezt nem is értem, úgyhogy meg se hallottam. Csak finom. Holnapi napon fog nekem ebédet főzni. Nem menthető, úgyse. Hull a szerintet a pozíciót. Istenem. Az így egy szomorú nap. Igen, meg kell emlékeznünk rájuk holnap. Hát én nem ismertem őket. Jó, én volt a nap, és rosszul érződött. Short store van ilyen. Ez mi? De agyon lövöm. Szerint azok hol vannak vezéreszedes kollégánk. Biztos vannak még, viszont lassan én is látom a szolgálatot, mert már én ideje. Kupáljuk ki magát holnapra. Holnapra? Már mi lesz holnap? Ja, nem tudom, kérdő minél hamarabb meggyógyuljam. Viszont ja, biztos, értem. Biztos. Csóvari. Szép, a buszt nem megy most, érte? Jó pihenés. Van fent az érezhetes? Mert itt. Elvittek, amikor már. No! Ki szeretne majd moderátor lenni, az csatlakozzon a DC-mhez, jó? Amit most én linkelek is. Nem, nem mondj már neki hülyeséget, nem próbaidős lesz rajta, nem sima nyomozó lesz. Azt majd ez után izé lesz megoldva. Jó, Erik, ezt veszed, nem veszed, nem? Nem. Szerinted nekem nincs késem, vagy mi a faszom van? Nem akartak, hogy varázsló szavasz. Azt nézd már meg a késem. Te is az enyém. Hát az enyém sokkal jobb, érted? Egy az. Kipattintott. Üdv a kollégáknak, Dr. Székely Szilárd, zászlós 10 hetet jelent. További szép pihenést. Napot. Jó pihenét. Jó pihenést. Gyújjon meg mihat, nem hamarabb. Le, és van úgy látom egy kis PPU intézésem, majd avval elfoglalkoztattam magamat. És akkor hallgasd, hogy... No, fiúk, lányok, eszméletlen sokan voltunk ma, örülök nagyon, hogy ennyien itt voltunk, azt mondja, hogy nagyon örülök neki egyébként, hogy ilyen sokan voltunk, úgyhogy...
bárbi igen sokan lennénk. Viszont el kell köszönnöm, ne haragudjatok. Majd... Jó ez a na! Az, hogy volt a szabálytalanság valaki részéről, azt majd úgyis meg fogjuk tudni, mert az a lényeg, hogy sikeres volt a PS5-en, hogy itt voltatok, please, sziasztok, hello, hello, sziasztok, Matula, a gameplay voltam, jó éjszakát, hello, 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 holnap nem tudom, hogy leszek, jó éj, csöcső! We'll just ride around the nursery and count sheep. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. The person you are.